A munka nem alatt. Az ezedes fájdalmasan érzékeny hurt pendített meg, amikor megkérdezte Szájtótól, hol tartanak a munkálatokban, és bölcsen ítélte meg a helyzetet, amikor előre látta, hogy a szükség engedékenységre fogja bírni a pánt. Az első három hét elmúltával még neki sem fogtak a hídnak. Sőt, a foglyok olyan leleményesen hajtották végre az előkészítő munkálatokat, hogy az elkövetett tévedések helyrehozására már is bizonyos időre lett volna szükség. A brit katonákat megvadította az a mód, hogy elbántak a parancsnokokkal, akinek kitartását és bátorságát nagyra becsülték. Ráadásul elkeserítette őket a szitkok és ütlegek özöne, amit őreik zúdítottak rájuk. Feldühítette, hogy rabszolgaként kell dolgozniuk ezen az ellenség számára annyira fontos munkán. Megzavarta őket, hogy elszakadtak tisztjeiktől, és nem hallják a megszokott vezényszavakat, tehát egymással versengve igyekeztek a lehető legkevesebb buzgalmat tanúsítani, sőt, mi több, jó indulatú színlelve a legdurvább baklövéseket elkövetni. Semmilyen büntetés le nem lohasztotta álnok buzgalmukat, csak a kis japán mérnök néha már sírt elkeseredésében. Az őrök nem voltak olyan sokan, hogy minden másodpercben szemmel tartsák őket, és nem voltak elég értelmesek hozzá, hogy észrevegyék csínyeiket. Úszor is újra kellett kezdeni a két pályaszakasz kijelölését. Mielőtt a mérnök hátat fordított, a gondosan kiszámított és fehér botocskákkal kitűzött egyenes vonalak és ívek már is hóbortos szögekkel megszakított, tört vonalak labirintusává alakultak át, és elkeseredett felkiáltásokat csaltak ki a visszatérő Japánból. A folyó két oldalán a felépítendő híthoz vezető két pályavég jelentő szintkülönbséget mutatott, és semmiképpen sem tudott szembe kerülni egymással. Az egyik munkacsapat hirtelen vadul ásni kezdte a talajt, és végül valami kráterféleség keletkezett, amely sokkal mélyebb volt az előírt szintnél, ám az ostoba őrszem örömmel vette tudomásul, hogy a rábízott emberek végre szívből dolgoznak. Amikor a mérnök újra megjelent, dübegurult, sválogatás nélkül elpüfölte a foglyokat és az őröket. Ez utóbbiak ekkor értették csak meg, hogy megint rászették őket, és ugyancsak megbosszulták magukat. De a baj már megtörtént, és több órára vagy több napra volt szükség, hogy helyrehozzák. Egy csapat katonát a dzsungelbe menesztettek, hogy döntsék ki a híd építéséhez szükséges fákat. Gondos válogatás után a leggöcsörtösebb és legtörékenyebb egyeteket szedték össze, vagy komoly erőfeszítéssel kivágtak egy faóriást, amely a folyóba zuhant, ahonnan lehetetlen volt kihúzni, vagy éppenséggel olyan fákat szemeltek ki, amelyeket belülről kirágtak a férgek, és amelyek a legcsekélyebb terhet sem bírták volna el. Szájtó, aki minden nap kiszállt, hogy ellenőrizze az építkezést, egyre hevesebb kitörésekkel szellőztette dőjét. Ő is szitkozódott, fenyegetőzött és pofoszkodott, sőt, a mérnöknek is neki támadt. De az méltatlankodva kijelentette, hogy a munkaerő egy fapatkát sem él. A japán parancsnok erre még hangosabban üvöltve szórta az eddigieknél is rettentőbb átkait, és megpróbált új barbár eljárásokat kieszelni, hogy véget vessen az alattomos ellenállást úgy meggyötört a foglyokat, ahogyan csak egy bosszút lihegő fegyőr tudja, aki többé-kevésbé magára van utalva, s hogy tehetetlenségért kirúgják. Akiket tetten értek, amint szándékosan hibáztak vagy szabotáltak, fához kötözték, tüskés ágakkal verték, majd órákon át véresen, mesztelenül kitették a hangyák és a trópusi napsütés tűjének. Klipton nem egyet látott este a kórházban, akit a bajtársai cipeltek be. Eves láz gyötörte őket, és a hátukról hiányzott a bőr, és ezeket még csak nem is tarthatta bent sokáig. Szájtó nem feledkezett meg róluk. Miért vánszorogni bírtak, visszaküldte őket a munkahelyre. Az őröknek pedig megparancsolta, hogy különös gondot fordítsanak rájuk. Ezeknek a fegyelmezhetetlen embereknek a kitartása meghatotta, sőt, néha könnyekre fakasztotta kliptont. Megdöbbentette, hogy ilyen bánás móddal is mernek dacolni. Miért kettesben maradtak, mindig akadt köztük, aki erejét összeszedve fölült, és kacsintva odasúgta azon a nyelven, amely kezdett általánossá válni a burmai és tájföldi hadifogjak körében. A kurva híd nem épült még fel, dok. A kurva császár, kurva vasútja nem ment még át ennek a kurva országnak a kurva folyóján. Igazabban a mi kurva eszredesünknek. Tudja ő, hogy mit csinál. Ha látja, mondja meg neki, hogy minnyáján vele vagyunk, és az a kurva majom nem végzett még a kurva angol hadsereggel a legvadabb erőszak sem járt eredménnyel. Az emberek megszokták. Nikolzon ezredes példája jobban megmámorosította őket, mint a sör és a viszki, amiről le kellett mondaniuk. A valamelyikük túl szigorú büntetésben részesült, és nem folytathatta a szabotást, mert a várható megtorlás most már az életébe került volna, mindig akadt, aki eljébe lépett előre megállapított terv szerint váltották egymást. Még derekasabban viselkedtek Klipton véleménye szerint, amikor ellenálltak a képutató nyájaskodásnak, amivel Szájtó próbálta elbűvölni őket csüggetsége óráiban. A szomorúan megállapított, hogy kimerítette a megszokott kínzások tárázát, és képzelete viszolygott új gyötrelmek kieszelésétől. Egy nap az irodája előtt sorakozót rendelt, miután a szokásosnál korábban véget vetett a munkának, hogy, mint mondta, megóvja őket az agyonhajszolástól. Rízsüteményt és gyümölcsöt osztatott ki köztük. A japán hadsereg ajándékát, amelyet egy közeli tájföldi falu parasztjaitól vásárolt, mert így akarta rábírni őket, hogy lankadatlan erőfeszítéssel dolgozzanak minden büszkeségét félretéve szinte kéjelgett a megalázkodásba. Azzal dicsekedett, hogy a nép egyszerű gyermeke, akárcsak ők, és egyetlen célja, hogy teljesítse a kötelességét, és ne kerüljön bajba. Figyelmeztette őket, hogy a tisztek a munka megtagadásával növelik a közlegényekre eső munkamennyiséget. Megérti, hogy haragszanak ezért, nem is nehezte rájuk annyira nem nehezte rájuk, hogy saját felelősségére és rokon szenved tanújeléül már is leszállította a normát. A mérnök fenként másfél köbméter földben állapította meg a töltésen dolgozók feladatát. Ő viszont szájtó úgy döntött, hogy egy köbméterre csökkenti. És ezt azért teszi, mert megszánta őket szenvedéseikért, amelyekért nem felelős. Reméli, hogy a testvéri gesztus viszonzással ők is tanúságot tesznek jó indulatukról, és gyorsan elvégzik ezt a könnyű munkát, ami lehetővé teszi ennek az átkozott háborúnak a megrövidítését. Beszéde vége felé majdnem könyörgőre lágyult a hangja, de kérésen nem bizonyult hatásosabbnak a kínzásoknál. A normát másnap tiszteletben tartották. Minden ember lelkiismeretesen kitermelte és elszállította maga egy köbméter földjét. Egyesek többet is teljesítettek, de a hely, ahová a földet vitték, a legelemi józanész megcsúfolásáról tanúskodott. Végül is Szájtó engedett. Minden leleményességét kimerítette. Fogjai konoksága szánalomra méltó figurát csinált belőle. A vereségét megelőző napokban egy haláltusáját vívó állatriat tekintetével járt kelt a táborban. Még arra is rászánta magát, hogy könyörgött a fiatalabb főhadnagyoknak. Válasszák ki maguk, milyen munkát akarnak végezni, külön prémiumot és a szokottnál külön ellátást ígért. De senki sem ingott meg, és minthogy küszöbön állt a japán főparancsnokság által elrendelt felülvizsgálat, beletörődött a szégyen teljes megadásban. Kétségbeesett kísérletet tett a látszat megóvására és veresége leplezésére, de ez a szánalmas próbálkozás még saját katonáit sem tévesztette meg. Mint hogy 1942. december 7-e, Japán hadbaszállásának évfordulója volt, közhírré tette, hogy ennap tiszteletére, a saját felelősségére hatájon kívül helyez minden büntetést. Megbeszélést tartott az ezredessel, és közölte vele, hogy rendkívüli jó akaratról tanúskodó intézkedést hozott. Felmenti a tiszteket a kétkezi munkahaló. Ennek ellenében számít rá, hogy készségesen vállalkoznak az embereik tevékenységének irányítására, és elősegítik a termelékenység fokozását. Igazon ez az is kijelentette, hogy tisztában van kötelességével. Attól a pillanattól fogva, hogy elfogadható alapot találtak a probléma rendezésére, nem látja okát, hogy szándékosan gátolja a győztesek tervének végrajtását. Mint minden civilizált hadseregben, a tisztek felelősséget vállalnak, ez számára természetes katonáik magatartásáért. A japán fél tehát feltétel nélkül a fegyvert. A győzelmet még aznap este megünnepelték a brit táborban, mégpedig énekszóval, hurrázással és egy pót adag rizsel amit Zajtó fogcsikorgatva korgatva kiadott parancsára osztottak ki, hogy ezzel is hangsúlyozzák gesztusa jelentőségét. Ugyanaznap este a japán ezredes már korán bezárkózott a szobájába. Megsiratta sárba tipart becsületét, és magányos ivászatba folytatta haragját, ami megszakítás nélkül tartott éjfélig, vagyis amik holtrészegen végig nem vágódott a fekhelyi. A részegségnek erre a fokára csak kivételes alkalmakkor sikerült eljutnia, mert nem mindennapi tehetsége általában lehetővé tette, hogy a leggyilkosabb kevert italoknak is ellenálljon. Nikolson ezredes régi tanácsadói Hughes Örnagy és Reeves százados társaságában a Kváj folyó felé tartott a vasúti töltésen, amelyen hadifoglyok dolgoztak lassan lépkedett, semmi sem sürgette. Közvetlenül szabadon bocsátása után újabb győzelmet aratott, mert négy nap zavartalan pihenést eszközölt ki magának és tisztársainak, hogy kiheverjék a jogtalanul rájuk büntetés megpróbáltatásait. Szájtónak ökölbe szorult a keze, valahányszor erre az újabb késedelemre gondolt, de engedett. Sőt, megparancsolt, hogy tisztességesen bánjanak a foglyokkal, és egyik katonáját, akinek arcán gúnyos mosolyt vélt felfedezni, képen törölte. Amikor Nikolzon ezedes négy napi kikapcsolódást kért, ezt nem csak azért tette, hogy az elszenvedett pokol után visszanyerje erejét, hanem azért is, hogy átgondolhassa, mérlegelhesse, és vezérkarával megvitathassa a helyzetet és kidolgozhassa a követendő irányvonalat, ahogy minden lelki ismeretes parancsnok teszi, aki nem akar vaktában rögtönözni, amit az ezredes mindennél jobban gyűlölt. Nem volt sok időre szüksége, hogy számba vegye az emberei által rendszeresen elkövetett kártevéseket. Hughes és Reeves akarat ellenére felfelkiáltott, amikor szembe került tevékenységük meglepő eredményével. Csodálatos egy vasúti töltés ez, mondta Hughes. Javaslom, ször, hogy ezred parancsban dicsérje meg a felelősöket. Harra gondol az ember, hogy itt lőszerrel megrakott volatoknak kell végig gördülni. Az ezredes komoral hallgatta. – Szép munka, tódított a Reeves százados, a közmunkaügyi hivatal egykori mérnöke. Egyetlen értelmes ember sem hiheti, hogy vonatokat akarnak járat ezen a hullámvasúton. Szívesebben szállnék szembe újra a japá hadsereggel, szőr, mint hogy ezen a vonalon utazzam. Az ezredes megőrizte komolyságát, és megkérdezte: A maga véleménye, a maga szakvéleménye szerint, Reeves, használható-e egyáltalán valamire ez az egész? Nem hiszem, szőr felelte Reeves némi megfontolás után. Amarabb boldogulnának, ha lemondanának erről a tákolmányról, és egy kicsit távolabb, új vasútvonalat építenének. Nicholson ezredes egyre gondterheltebbnek látszott. Megcsóválta a fejét, és hallgatagon folytatta útját. Ragaszkodott hozzá, hogy csak akkor mondjon véleményt, ha már az egész területet megnézte. Megérkeztek a Kváj folyó partjára. Egy munkacsapat, körülbelül ötven, majdhogy nem mesztelen ember, aki csak a japánok által munkaruhának kinevezett háromszögletű szögletű szövetdarabot viselte, éppen a leendő vasútvonal körül sürgölődött. Egy őrszem vára vetett puskával sétált előttük. Bizonyos távolságban a munkacsapat egyik fele a földet túrta, a másik fele bambusz gyékényen elszállította a földet, és egy fehér szövekekkel kitűzött vonal két oldalán leszórta. A kijelölt szakasz eredetileg merőleges volt a partra, de a hadifoglyok álnok leleményessége folytán most már majdnem párhuzamosan haladt a folyóval. A japán mérnök nem volt jelen de megpillantották, hogy a folyó túloldalán éppen egy másik csoport közepén hadonászik, amelyet minden reggel tutajokon szállítottak át a balpartra. Az ordítást is hallották. Ki szúrta le ezt a szövegsort? kérdezte az ezredes, és megállt. Ő szúrta le, szőr, mondta egy angol tizedes, vigyázba vágva magát parastok előtt, és újjával a mérnökre mutatva. Ő szúrta le, de én segítettem egy kicsit. Távozása után igazítottam rajta egy cseppet. A véleményünk nem mindig azonos, szőr. És minthogy az őrszem közben egy kicsit eltávolodott, felhasználta az alkalmat, és szótlanul rákocsintott az ezredesre. Nikolzon ezredes nem válaszolt erre a cinkosságot feltételezőjelre, továbbra is komor maradt. Látom mondta fagyosan. Minden további megjegyzés nélkül folytatta útját, és megállt egy másik tizedes előtt. Ez utóbbi néhány embere társaságában komoly erőfeszítést tett, hogy megszabadítsa a kijelölt útvonalat több óriási fagyökértől, amelyeket ahelyett, hogy legurítottak volna a szakadék mélyére, szépen felhengergettek a lejtő tetejére, mindezt egy másik kifejezéstelen tekintetű japán katona orra előtt. Hány ember dolgozik ma délelőtt ebben a brigádban? kérdezte parancsoló hangon az ezredes. Az kikerekedett szemmel méregette, és azon tört a fejét, az előírások értelmében megengedheti-e, hogy megszólítsák a hadifoglyokat? De az ezredes hangja annyira magabiztos volt, hogy végül is nem lépett közbe. A tizedes Gyorsan kihúzta magát, és Tétov a hangon felelte. Huszan vagy huszonöten, ször, magam sem tudom pontosan. Amikor megérkeztünk a munkájára, az egyik ember nem rosszul lett, írtenen elszédült. Igazán nem értem, szőr, mert ébresztőkor még jól érezte magát. Három-négy bajtársa kénytelen volt bevinni a kórházba, szőr, mert nem bírt járni. Még nem jöttek vissza. Ő volt a legmegbízhatóbb és legerősebb ember a brigádban, szőr. Ilyen körülmények közt lehetetlen lesz teljesíteni a normánkat, szőr. Mintha minden összeesküdött volna a vasútvonal ellen. A tizedesek kötelesek pontosan tudni, mondta az ezredes, hogy hány ember áll a parancsnokságuk alatt. És mennyi a norma? Egy köbméter föld fejenként és naponta szőr ennyit kell kiásni és elszállítani. Ezek miatt az átkozott fagyokerek miatt, ször, azt hiszem, hogy ez megint csak meg fogja haladni az erőnk. Látom, mondta az ezredes még szárazabban. Azzal tovább ment, néhány érthetetlen szót mormolva. Hughes és Reeves követte. Kísérőivel felmászott egy dombocskára, ahonnan áttekintette a folyót és az egész építkezést. A kvály több mint száz méter széles volt ezen a szakaszon, és két partja magasan a víz fölé emelkedett. Az ezredes minden irányban megvizsgálta a terepet, majd alárendeltjeihez fordult. Közhelyeket mondott, de hangja újra a régi erélyel csengett. Ezek az emberek, úgy értem a japánok, csak most kecmeregtek ki a vadság állapotából, mégpedig túl hirtelen. Megpróbálták lemásolni módszereinket, de nem tették igazán a magukével. Ha megfosztjuk őket példaképeiktől, már is végük van. Itt, ebben a völgyben is képtelenek boldogulni egy olyan vállalkozással, amely némi intelligenciát igényel. Nem tudják, mennyi időt nyerhetnek, ha előbb gondolkodnának egy kicsit, ahelyett, hogy tervsel ütenül kapkodnak. Mit szól hozzá, Reeves? hiszen a vasutak és a hidak a maga szakmája. Valóban, szőr, felelte a százados ösztönös élénkséggel. Tucatnyi ilyen jellegű építkezést vezettem Indiában. A dzsungelben található építőanyaggal és a rendelkezésünkre álló munkaerővel egy szakképzett mérnök hat hónapnál rövidebb idő alatt is megépíteni ezt a hidat. Meg kell vallanom, hogy néha már felforra vérem a tehetetlenségük láttán. Nekem is, ismerte be Hughes. Nem tagadom, hogy olykor felháborít ennek az anarhiának a látványa. Amikor egyszerű volna, és engem, szakította félbe az ezredes, azt hiszik, hogy engem örömmel tölt el ez a botrány. Igazán megdöbbentett, amit ma délelőtt láttam. Minden esetre azt hiszem, szőr, hogy India előzönlésétől nem kell tartanunk, mondta nevedve Reeves százados ha ugyan igaz, amit mondanak, és ezért építik ezt a vasútvonalat. A vonatjaik nem egy hamar fognak közlekedni a kváj folyó ígyán. Nikolson ezedes gondolataiba merülve szegezte kék szemét munkatársaira. Uraim, mondta, véleményem szerint minnyájunknak nagyon határozottan kell fellépnünk, hogy újra kézbe vehessük embereinket. Olyan szokásokat tanultak ezektől a barbároktól, nem törődömséget és lustaságot, amelyek összeegyeztethetetlenek az angol katona iránt támasztott követelményekkel. Türelemre lesz szükség és tapintatra, mert nem terheli őket közvetlen felelősség a dolgok ilyen alakulása miatt. Nem nélkülözhetik a tekintét, eddig azonban nélkülözték. Ezt nem pótolhatja a verés. Bizonság rá, amit láttunk. Mindenütt csak tervszerűtlen kapkodás, semmi kézzel fogadó eredmény. A japánok maguk tettek tanúbizonságot róla, hogy nem alkalmasak a vezetést. Egy darabig minnyája hallgattak, s a két tiszt e szavak tényleges jelentésén töprengett. Pedig az világos volt, az elhangzottak nem tartalmaztak burkolt célzásokat. Nicholson ezredes szokásos nyíltságával beszélt. Újra gondolataiba mélyett, majd így folytatta. Ajánlom tehát maguknak, ahogy minden tisznek ajánlani fogom, hogy kezdetben igyekezzenek megértően viselkedni. De türelmünk sohasem válhat gyöngeségé, mert akkor... Egy-kettőre magunk is olyan mélyre süllyedünk, mint ezek az egyszerű emberek. Egyébként magam is beszélek majd a legénységgel. Még ma hozzá kell látnunk, hogy kiavítsuk a legfelháborítóbb hibákat. Nyilvánvaló, hogy az embereknek nem szabad csípcsup ürügyekkel eltávozniuk a munkahelyről. A tizedesek kötelesek habozás nélkül válaszolni a feltett kérdésekre. Felesleges hangsúlyoznom, hogy minden szabotás kísérletet vagy önkényeskedést határozottan meg kell akadályozni. Egy vasútvona legyen vízszintes, ne hasonlítson hullámvasútra, ahogy maga Reeves olyan találóan megjegyezte. Második rész. Egy. Kalkuttában Green ezredes, a 316-os különítmény parancsnoka figyelmesen újra olvasott egy jelentést, amely végigjárta a hivatalok bonyolult útvesztőjét, és fél tucat titokzatos katonai vagy azzal egyenrangú ügyosztály írásos észrevételeivel gazdagodva érkezett hozzá. A 316-os különítmény, a plasztik és rombolás KFT, ahogy a beavatottak nevezték, Ekkor még nem érte el a távol keleten a fejlődésnek azt a fokát, ahová a háború végén eljutott, de már is tevékenyen, szenvedélyesen és meghatározott céllal foglalkozott a megszállt országokban, vagyis Malájföldön, Burmában, Tájföldön és Kínában lévő japán berendezésekkel. Eszközeinek gyöngeségét ügynökeinek merészségével igyekezett pótolni. Ez az első eset, hogy valamennyien egyetértenek, mondta a halkan Green ezredes. Meg kell próbálnunk valamit. E megjegyzés első fele annak a jó néhány titkos szolgálatnak szólt, amelyel a 316-os különítménynek szükségszerűen együtt kellett működnie. Ezeket áthatolhatatlan válaszfalak határolták el egymástól, és minthogy valamennyien féltékenyen őrizték eljárásaik monopóliumát, gyakran jutottak egymásnak ellentmondó következtetésekre. Ez felbőszítette Green ezredest, akinek a kapott tájékoztatás értelmében kellett a maga akciótervét elkészítenie. Az akciók a 316-os különítmény hatáskörébe tartoztak. Green ezredes csak abban az esetben volt hajlandó érdeklődni a különféle elméletek és viták iránt, ha ezek egy bizonyos akcióra irányultak. Közismert volt róla, hogy ezt az elméletét naponta legalább egyszer kifejtette beosztottjainak. Idejének egy részét arra kellett fordítania, hogy megpróbálta kihámozni az igazságot a jelentésekből, és ilyenkor nem csak magukat az értesüléseket vette figyelembe, hanem az őket továbbító különböző szervek lélektani adottságát is, optimizmusukat, pessimizmusukat, hajlandóságukat a tények hebehúrja megszépítésére, vagy éppen ellenkezőleg teljes képtelenségüket azok értelmezésére. Green -e szívében külön hely volt fenntartva az igazi, a nagy, a híres, az egyetlen Intelligence Service-nek, az angol titkos szolgálatnak, amely saját lényegét tisztára, spirituálisnak vélve rendszeresen elutasította az együttműködést a végrehajtó hatalommal, toronyba zárkózott, és legértékesebb dokumentumait, azzal az ürügyelő túlságosan bizalmasak, senki olyannak meg nem mutatta, aki képes lett volna hasztot húzni belőlük, hanem gondosan bezárt egy páncélszekrénybe. Itt évekig porosodtak, amíg csak használhatatlanná nem váltak, vagy pontosabban, amíg hosszú idővel a háború befejezése után nagy főnök szükségét nem érezte, hogy halál előtt megírja az emlékiratait, hogy felfedje magát az utókor előtt, és kinyilatkoztassa az elkápráztatott nemzetnek, hogy ekkor meg ekkor, ilyen meg ilyen helyzetben a titkos szolgálat milyen agyafurtan kifürkézte az ellenség teljes tervét, és milyen nagy körültekintéssel jó előre megállapította a helyet és az időpontot, hol és mikor akar az lecsapni. Ezek a jóslatok szigorúan pontosnak bizonyultak, mert a szóban forgó ellenség csak ugyan akkor és ott csapott le, és olyan sikerrel, ahogy azt előre jelezték. Legalábbis ez volt Green ezredes talán kis szélsőséges álláspontja, mint hogy felderítési ügyekben nem sokra becsült az öncéluság elvét. Elmorzsolt egy érthetetlen megjegyzést, mert eszébe jutott néhány régebbi kockázatos vállalkozás. Aztán a jelen esetben kapott információk pontosságára és csodálatos egyöntetűségére gondolt, és kis hián elkomorult, amiért el kellett ismernie, hogy a titkos szolgálatok ezúttal hasznos munkát végeztek. Vigasztalású némi rossz hiszeműséggel azzal zárta le az ügyet, hogy a jelentésben szereplő értesülések már úgyis india szerte régóta ismeretesek. Végezetül pedig összefoglalta és rendszerezte őket elméjében, közben pedig már is azon tűnődött, hogyan húzzon hasznot belőlük. A Burma tájföldi vasút építése folyamatban van. A munkaerőt a japánok által odahurcolt 60 ezer szövetséges hadifogoly biztosítja, és ezek szörnyű körülmények közt dolgoznak. A félelmetes veszteségek ellenére előre látható, hogy az ellenség számára nagy jelentőségű munka pár hónapon belül elkészül, egy hozzávetőleges vázlat mellékelve. Több folyón fahít fogja biztosítani az átkelést. Amikor gondolatban idáig ért, Green ezredes úgy érezte, hogy jó kedve visszatért, sőt, elégedettségében kis hián elmosolyodott. Aztán folytat a tájföldi nép nagyon elégedetlen védelmezőivel, akik elrekvirálták a ríst, katonáik pedig úgy viselkednek, mintha meghódított országban lennének. A vasútvonal környékén élő parasztok különösen nagyon elégedetlenek a tájföldi hadsereg több rangú tisztje, sőt a király udvar néhány tagja is titokban kapcsolatba lépett a szövetségesekkel, és hajlandó rá, hogy titokban támogasson japán ellenes akciókat, amelyekben partizánok is részt vesznek, fegyvereket és kiképzőket kérnek. Nem szabad habozni, összegezte Green ezredes, ki kell küldenem egy osztagot a vasútvonal közelébe. Miután erre az elhatározásra jutott, sokáig töprengett. Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni egy ilyen expedíció parancsnokának? A kizárás fáradtságos módszerének alkalmazása után magához hívatta Sírsz örnagyot, egy hajdani lovas tisztet, aki a 316-os különítmény megalakulása óta ehhez a különleges intézményhez tartozott, sőt, egyike volt kezdeményezőinek. A testület ugyanis néhány elszánt ember egyéni kezdeményezésének köszönhette létrejöttét, és mindössze egy-két katonai hatóság kevéssé lelkes támogatását élvezte. Sears nemrég jött meg Európából, ahol sikeresen hajtott végre több kényes megbizatást, és Green ezredes hosszan tárgyalt vele. Tájékoztatta valamennyi értesüléséről, s nagy vonalakban felvázolta előtte feladatát csak kis felszerelést visz magával, mondta. A többi szükség szerint egy fogjuk ledobni. Ami magát az akciót illeti, arról a helyszínen fog dönteni, de ne siessen vele. Véleményem szerint többet ér megvárni a vasútvonal elkészültét, és aztán jól odasózni, mint néhány jelentéktelen beavatkozással megkockáztatni, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet. Szükségtelen volt közelebbről meghatározni az akció pontos formáját és a szóban forgó felszerelést. A plastik és rombolás Kft. létrejöttének oka minden további magyarázatot feleslegesített. Várakozás közben Sears-nek kapcsolatba kell lépni a tájföldiekkel, meg kell győződnie a jó akaratukról és hűségükről, majd hozzá kell fognia a partizánok kiképzéséhez. Szerintem egyelőre három emberből álljon a csoportja, javasolt a grínezetes. Mit szól hozzá? Ez megfelelőnek látszik, szőr, helyeset sírsz. Az irányításhoz legalább három európai kell, viszont ha többen vagyunk, felhívhatjuk magunkra a figyelmet. Ebben megegyeztünk, kit akar magával vinni. Gordon javaslom, szőr. Bord százados. Warden professzort? Jól kiválasztotta sírsz. Maguk ketten a különítmény legjobb emberei közé tartoznak. Azt hittem, szőr, hogy fontos küldetésről van szó, mondta Shears közönös hangon. Nagyon fontos küldetésről, amelyben diplomáciai feladatok és közvetlen akciók váltják egymást. Ez pedig éppen olyan emberre van szükségem, szőr, mint Warden. A keleti nyelvek professzora volt, ismeri a tájföldiek nyelvét, tud beszélni a benszülöttekkel. Értelmes ember, egy könnyen nem veszti el a fejét, csak annyira, amennyire szükséges. Jó, vigye dönt. Ki lesz a másik? Ezen még gondolkozom, szőr. Valószínűleg egy fiatal növendék, aki elvégezte a tanfolyamot. Többen is vannak, akik alkalmasnak látszanak. Majd holnap megmondom. A 316-os különítménynek volt egy iskolája Kalkuttában. Ott oktatták a fiatal önkénteseket. Rendben van, most nézze meg a térképet. Megjelöltem rajta az egytőernyős ugrásnál számba jöhető helyeket, ahol az ügynökök állítása szerint a felfedezés veszélye nélkül elrejtőzhetnek a tájföldieknél. A légi felderítés megtörtént. Sírsz a térkép és a nagyított fényképek fölé hajolt. Figyelmesen megvizsgálta a környéket, amelyet a 316-os különítmény a tájföldi komplex hadműveletek színhelyéül választott. Borzongás futott végig rajta, mint mindig, amikor új expedícióra készült egy ismeretlen országba. A 316-os különítmény minden vállalkozása izgalmasnak ígérkezett de a kaland vonzó erejét ezúttal a csempészek és vadászok akta dzsungellel borított hegyek vacsága is fűszerezte. Több hely is alkalmasnak látszik, folytatta Green Például ez a magányos kis tanya a burmai határ közelében. Úgy látom, mindössze két-három napi járása van a vasútvonaltól. A hozzávetőleges vázlat szerint a vasútvonal itt fogja átszelni a folyót, a Kvály folyót, ha jó a vázlat. Ez lesz valószínűleg az egyik leghosszabb híd az egész vonalon. Sears ugyanúgy mosolygott, mint parancsnoka, amikor a számos folyami átkelőjére gondolt. Csak akkor döntök végleg, szőr, ha alaposabban áttanulmányoztam a térképet. Egyelőre azonban azt hiszem, hogy ez a hely tökéletesen megfelelő főhatiszállásnak. Rendben van. Most már csak az egytőernyős ugrás megszervezése van hátra. Azt hiszem, három-négy hét múlva kerül sorra, feltéve, hogy a tájföldiek is beleegyeznek. Ugrott már Ejtőernővel? Soha, sző. Az Ejtőernős kiképzést csak akkor vették fel a programunkba, amikor már eljöttem Európából. Vorden sem ugrott még, legalábbis nem hiszem. Várjon egy percet. Megkérdezem a szakértőktől. Végezhetnek-e néhány gyakorló Green megragadta a telefont, felhívta az angol királyi légierő egyik szaktekintét, és a kérését. A válasz, amely elég hosszú volt, láthatólag nem elégítette ki. Sears nem vette le róla szemét, és úgy látta, hogy elkedvetlenedett. Igazán ez a végleges álláspontja? kérdezte Green ezredes. Egy pillanatig összeráncolt szemöldökkel várt, majd letette a kagylót. Rövid hallgatás után végre rászánta magát némi felvilágosításra. Kíváncsi a szakember véleményére? Most figyelj! Szó szerint ezt mondta. Ha feltétlenül ragaszkodik hozzá, hogy az emberei néhány gyakorló úrást végezzenek, én lehetővé teszem nekik, de igazán nem tanácsolom, ha nincs hat hónapjuk a komoly felkészülésre. Az ilyen terepen lebonyolított, hasonló vállalkozásoknál szerzett tapasztalataim eredménye a következő. Ha csak egyszer ugranak, ért ugye? Körülbelül 50%-os esélyük van rá, hogy összetörik magukat. Ha kétszer ugranak, 80%-os esélyük van rá. Ha háromszor ugranak, semmiképpen sem ússzák meg ébbőrrel érti? Ez nem felkészülés kérdése, hanem valószínűség számítási probléma. Az igazi bölcsesség az parancsolja, hogy csak egyszer dobjuk le őket, amikor eljön az ideje. Ezt mondta. Na, tessék, döntsön. Modern a hadseregünk egyik nagy vívmánya szőr, hogy vannak szakértői, akik minden nehézséget megoldanak, felelte komolyan, sírsz. Nem is remélhetjük, hogy túljárunk az eszükön. Nézetem szerint ez a jelenlegi szakvélemény ráadásul józan is. Meggyőződésem, hogy Warden racionális szelleme kellőképpen értékelni fogja, és ő is egyetért velem. Csak egyszer fogunk ugrani, ahogy szakemberünk tanácsolta. Amikor eljön az ide. Kettő. Az a benyomásom, Reeves, hogy magának nem tetszik valami, mondta Nikolson ezredes az utás századosnak, akinek magatartása elfolytott haragról árulkodott. Mi a baj? Hogy nem tetszik valami? Az a baj, szőr, hogy így nem folytathatjuk tovább. Biztosíthatom, hogy ez így lehetetlen. Különben is elhatároztam, hogy még ma mindent elmondok önnek. De itt jön Hughes, örnagy, ő is egyetért velem. Mi a baj? Ismételte meg az ezredes, a szemöldökét ráncolva. Feltétlenül osztom Reeves véleményét, szőr, mondta Hughes, aki ott hagyta a munkahelyét, hogy parancsnokához csatlakozzék. Én is feltétlenül jelenteni akarom önnek, hogy ez így nem mehet tovább. Mi nem mehet így tovább? Teljes az anarchia. Pályafutásom során sohasem láttam még hasonló nemtörődömséget és a rendszerességnek ilyen mérvű hiányát. Semmit sem érünk el ezzel a módszerrel. Egy helyben topogunk. Mindenki ellentmondó parancsokat osztogat. Ezeknek az embereknek, a japánoknak igazán nincs érzékük a vezetés művészetéhez. Ha továbbra is ragaszkodnak hozzá, hogy beavatkozzanak az építkezés irányításába, sem jutunk a végére. Az igaz, hogy tagadhatatlanul jobban boldogultak, amióta angol tisztek álltak a munkacsapatok élén, és bár a munka mennyisége és minősége szempontjából egyaránt észrevehető eredményeket értek el, mégis nyilvánvaló volt, hogy nem megy minden a legjobban. Magyarázzák meg, kezdje maga Reeves. Sző, mondta a százados, előhúzva zsebéből egy papírdarabot. Csak a szörnyűségeket jegyeztem fel. Ellenkező esetben túlságosan hosszú lenne a lista. Rajta. Azért vagyok itt, hogy meghallgassak minden észszerű panaszt, és megvizsgáljak minden javaslatot. Magam is érzem, hogy nem mennek a dolgok. Magán a sor, hogy felvilágosítsa. Nos, szőr, mindenek előtt őrültség ezen a helyen hidat építeni. Miért? A szapos szőr, ilyet még soha senki nem hallott, hogy vasúti hidat mozgó alapra építsenek csak ilyen vadembereknek támadhatnak hasonló gondolataik. Lefogadom, ször, hogy a híd az első vonat alatt összedől. Ez komoly dolog, Reeves, mondta Nikolson ezredes, és világos szemét munkatársára szegezte. Nagyon komoly, szőr. Megpróbáltam bebizonyítani a japán mérnöknek. Mérnöknek? Úristen, hiszen ez egy gyalázatos fújserálló. Hogyan térítsek észre valakit, aki azt se tudja, mi a talaj ellenállás, aki csak bambán bámul az emberre, a nyomás számokat idéz neki, aki még angolul sem tud rendesen. Pedig én türelmes voltam szől, mindent megpróbáltam, hogy meggyőzzem. Még egy kis kísérletet is végeztem, mert azt hittem, hogy nem fogja kétségbe vonni, amit a saját szemével lát. Hiába fáradoztam. Ragaszkodik hozzá, hogy a higgyát erre az iszapra építse? Kísérletet, Rivs? kérdezte Nikolzon ezredes, akiben ez a szó mindig nagy kíváncsisággal párosult érdeklődést keltett. Nagyon egyszerű kísérletet, szőr. Egy gyerek is megérteni. Látja azt a cölöpet a vízben, a part közelében? Én verettem le verőkossal. Jókor a darabon behatolt a földbe, mégsem értünk vele szilárd talajt. Valahányszor ráütnek a fejére, szőr, mélyebbre süllyed, így ugyanígy fog süllyedni a híd valamennyi tartó cölöpje von a csúja alatt. Erről kezeskedem. Betonalapozást kellene készítenünk, csak hogy erre nincs lehetőségünk. Az ezedes figyelmesen szemügyre vette a cölöpöt, és megkérdezte reeves -től. Elvégezhető -e a kísérlet a szemeláttára? Reeves kiadta a parancsot. Néhány hadifogoly közelebb jött, és kezdett egy kötelet. Egy álványon lógó súlyos verőkos kétszer-háromszor rázóant a cölöp fejére. Az pedig észrevehetően mélyebbre sűjjött. Látja, ször? Diadalmaskodott Reeves. Holnapig súlykolhatnánk, s ez történne mindig. Pedig hamarosan eltűnik a víz alatt. Jól van, mondta az ezredes. Hány láb mélyen van pillanatnyilag a talajban? Reeves közölte a pontos adatot, amelyet annak idején feljegyzett, majd hozzátette, hogy a dzsungel legmagasabb fáival sem lehetne szilárd talajt elérni. Remek, zárta le ezredes, nyilvánvaló elégedettséggel. Ez világos, Reeves. Úgy van, ahogy mondta. Egy gyerek is megérteni. Az ilyen bizonyításokat szeretem. A mérnököt nem sikerült meggyőznie? Engem bezzeg meggyőzött. És jegyezze meg jól, hogy ez a fő Nos, milyen megoldást javasol? A híd áthelyezését, ször. Azt hiszem, hogy körülbelül egy mérföldre megfelelő helyet találnánk. Természetesen ellenőrizni kellene. Ellenőrizni kell, Reeves, mondta az ezredes nyugodt hangján. És közölni velem az adatokat, hogy meggyőzhessem őket. Feljegyezte ezt az első vitás kérdést, és megkérdezte. Más is van, Reeves. A hídhoz szükséges építőanyag, szőr, hogy ez az ember miféle fákat vágat ki, a miénk szakszerűen válogattak, nem igaz? De ők legalább tudták, mit tesznek. Nos, ezzel a két balkezes mérnökkel alig járunk jobban, szőr. Neki mindegy, hogy mit vágnak ki, hogyan vágják ki, nem törődik vele, hogy a fa keménye, puha-e, mereve, rugalmas-e, és ellenáll-e majd a ránehezedő nyomásnak. Ez gyalázat, szőr. De kacan ezredes újra feljegyzett valamit a cédulára, amelyet notesz helyett használt. Mi van még, Reeves? A végére hagytam szőr, ami talán a legfontosabb. Ön is láthatja, amit én. A folyó legalább négyszáz láb széles, mindkét part magas. A hídpálya több mint száz lábnyira lesz a víz fölött. Komoly építményről van szó, nem igaz? Nem játékszerről. Nos. Én többször is megkértem ezt a mérnököt, hogy mutassa meg nekem kiviteli tervét. Szokásához híven csak a fejét rázta. Így csinálják ezek mindig, amikor zavarban vannak, míg aztán a mellének nem szegeztem a kérdést. Akár hiszi szőr, akár nem, nincs terve, nem készített tervet. Nem is szándékozik készíteni. Láthatólag nem tudja, miről van szó. Szavamra úgy akarja megépíteni ezt a hidat, mintha bűrű lenne, amelyet egy árok fölé szánnak, találomra földbe vert farudak s rá néhány gerenda. Lehetetlen, hogy kitartson sző. Szívből szégyellem, hogy ilyen szabotásnak vagyok a részese. Olyan őszintén méltatlankodott, hogy Nikozon ezredes helyén valónak találta, ha elejt néhány csillapító szót, nyugodjon meg, Reeves. Jól tette, hogy elmondta, amilyen szívét nyomta, és én nagyon jól megértem az álláspontját. Mindenkiben van önérzet. Természetesen, szőr, igazán őszintén beszélek. Inkább viselném el újra a rossz bánásmódot, mint hogy egy ilyen szörnszülött világra hozatalánál segítkezzem. Teljességgel igazat adok magának, mondta az ezedes, miközben ezt az utolsó észrevételt is feljegyezte. Nem vitás, hogy mindez nagyon súlyos, és nem tűrhetjük, hogy továbbra is így menjenek a dolgok. Rendet fogok teremteni, ezt megígérem. Magán a sor, Hughes. Hughes őrnagy ugyanolyan izgatottnak látszott, mint a kollégája. Szőr, sohasem fogjuk elérni, hogy fegyelem legyen a munkahelyen, és az embereink komolyan dolgozzanak, amíg a japán őrök nézze meg őket, szőr. Igazi vadállatok minden percben beavatkoznak és parancsolgatnak. Ma reggel is három csoportra osztottam minden brigádot, amely a vasúti töltésen dolgozik. Az első kiássa a földet, a második elszállítja, a harmadik szétteríti és elplanírozza a töltést. Nem sajnáltam a fáradtságot, magam állapítottam meg, hányan legyenek egy csoportban. Magam szabtam meg a feladatokat, hogy biztosítsam az összhangot. Értem, mondta az ezredes, akit újra nagyon érdekelni kezdett a dolog. Ez olyan munkamegosztásféle, pontosan szőr. Elvégre értek a kubikus munkához. Mielőtt igazgatóvá léptettek elő, építésvezető voltam. Háromszáz lábnál is mélyebb kutakat furtunk. Ma reggel tehát így kezdték a munkát a brigádok. Minden nagyszerűen ment. Jóval többet végeztek, mint amennyit a japánok ütemterve előírt. Na jó, Egyszerre csak oda az egyik gorilla, üvöltözve adonászni kezd, és azt követeli, hogy vonjuk össze a három csapatot. Nyilván azért, mert így könnyebben őrzi őket az ostoba. Az eredmény összevisszaság, fejetlenség, anarchia. Szavarják egymást, és a munka nem halad. Az embernek elmegy a kedves szőr. Hát nézen csak oda! Úgy van, látom, helyeselt Nikolzon ezredes. Miután lelkiismeretesen odanézett. Már előbb is észrevettem ezt a rendetlenséget. És ez még nem minden sző. Ezek a hülyék fejenként egy köbméter földben állapították meg a normát, és eszükbe se jut, hogy a katonáink, ha jól irányítják őket, ennél sokkal többre is képesek. Köztünk maradjon szőr, de ez gyereknek való norma. Amikor megállapítják, hogy mindenki kiásta, elszállította és szétterítette a maga köbméterét, akkor szőr lefújják a munkát. Mondom, hogy ostobák, már csak pár gyékényre való földet kellene ellapátolni, hogy két különálló vonalrészt összekössenek, de azt hiszi szőr, hogy megkövetelnének egy kis erőfeszítést, egy csepp ráadást, bár a nap még magasan áll. Úgyan te, hogy leállítják a brigádot, szőr. Hát megteltem én, hogy parancsot adjak a munka folytatására. Mit gondolnának rólam az embereim? Igazán azt gondolja, hogy a norma az, a, kérdezte Nikolson ezedes. Egyszerűen nevetséges szől, szólt közbe Reeves. Indiában, ahol az éghajlat ugyanilyen gyötrelmes, és a talaj sokkal keményebb, másfél köbmétert is könnyen kitermelnek a kulik. Nekem is ez volt az érzésem, tűnődött az ezedes. Egy alkalommal magam is vezettem e féle munkát Afrikában, utat építettünk, akkor sokkal gyorsabban haladtak az emberek. Kétségtelen, hogy ez így nem mehet tovább, Atározta el magát erélyesen, jól tették, hogy szóltak nekem. Átolvasta a jegyzeteit, gondolkozott, majd odafordult két munkatársához. Akarja tudni Hughes és maga is Reeves, hogy véleményem szerint milyen következtetést kell mindebből levonni? Majdnem minden hibának, amit jelentettek nekem, közös az eredete. A szervezettség teljes hiány. A felelősség egyébként elsősorban engem terel. Már az elején minden tisztáznom kellett volna. Az ember mindig időt veszít, ha túl gyorsan akar haladni. Mindenek előtt meg kell szerveznünk a tervszerű munkát. Rátapintott a lényegre ször Helyzet Hughes. Egy ilyen vállalkozás elve sikertelenségre van ítélve, ha kezdetől fogva nem nyugszik szilárd alapokon. A legjobb volna összehívni egy megbeszélést, mondta Nikolson ezredes. Erre már előbb is gondolattam volna. Közös tanácskozás a japánokkal. Megbeszélése van szükség, hogy meghatározzuk mindkét fél szerepét és felelősségét. Ez az. Tanácskozás. Még ma szólok róla szájtónak. 3. A tanácskozást pár nap megtartották. Szájtó nem nagyon értette, miről van szó, de vállalta, hogy részt vesz rajta, és nem mert bővebb felvilágosítást kérni, mert fél tőle, hogy veszít a tekintélyéből, a kimutatja, hogy nem ismeri annak a civilizációnak a szokásait, amely gyűlölt, de akarat ellenére tisztelt is. Nikolzon ezredes előre összeállította a megvitatandó kérdések jegyzékét, és tisztjei társaságában várakozott az ebédlőnek használt hosszú barakban. Megőtt Szájtó, akit a mérnök, néhány testő és három kapitány kísért – az utóbbiakat azért hozta magával, hogy többen legyenek a kíséretében, bár egyetlen szót sem értettek angolul. A brit tisztek felálltak, és vigyázba vágták magukat. Az ezredes szabályszerűen tisztelgett. Szajtó tanástalannak látszott. Azzal a szándékkal jött ide, hogy megszilárdítja tekintét, de szemlátomás már is hátrányosabb helyzetben érezte magát, amikor ilyen hagyományos és méltóság teljes szabályszerűséggel tisztelektek neki. Elég sokáig csend volt, és közben Nikolson ezredes kérdő tekintetet vetett a japán tisztre, mert magától értetődőnek tartotta, hogy az elnökség szájtót illeti. Elnök nélkül elképzelni sem lehet az ilyen tanácskozást. A nyugati szokások és az udvariasság arra kényszerítette az ezredest, hogy várjon, amíg a másik meg nem nyitja az ülést. Szájtó viszont egyre kínosabban érezte magát, és alig bírta elviselni, hogy az egész gyülekezet őrá függeszti a tekintetét. A civilizált világ külsőségei megfélemlítették, alárendeltjei előtt nem ismerhette be, hogy mindez a külsőség rejté előtte, és megbénította a félelem, hogy bakot lő, ha megszólal. A kis japán mérnök még bátortalanabbnak látszott. Szájtó komoly erőfeszítést tett, hogy összeszedje magát. Rossz megkérdezte Nikosan mi a mondani valója. Ezt tartotta még a legkevésbé kompromittálónak. Amikor az ezredes megértette, hogy a japán nem tudja, mi a teendője, elhatározta, hogy átveszi a kezdeményezést, és kimondja azokat a szavakat, amelyekről az egyre nyugtalanabb angol fél már kezdte azt hinni, hogy sohasem fognak elhangzani. Azzal kezdte, hogy uraim. Kijelentette, hogy a tanácskozást megnyitottnak tekinti, és pár szóban ismertette megbeszélésük tárgyát. Létesíteni kell egy olyan szervezetet, amely alkalmas vasúti híd építésére a Kváj folyón, nagy vonalakban fel kell vázolni a megfelelő akcióprogramot, közben pedig világosan meg kell határozni, hogy ki miért vállalja a felelősséget. Az ugyancsak jelenlevő Klipton az ezredes azért hívta meg, mert az orvosnak is joga van hozzászólni az általános szervezési kérdésekhez, észrevette, hogy parancsnoka már teljesen visszanyerte tiszteletet parancsoló magatartását, és annál fesztelenebbül viselkedik, minél nagyobb zavarban van szájtó. A hagyományos és rövid bevezetés után az ezredes rátért a tájtra, és boncolgatni kezdte az első jelentős problémát. Szájtó ezredes, először is a híd helyéről kell beszélnünk. Véleményem szerint egy kicsit elsietve állapították meg, ezért tartjuk most szükségesnek, hogy változtassunk rajta. A hely, amire gondolunk, körülbelül egy mérfölddel lejjebb van a jelenleginél. Ez persze azt jelenti, hogy a vasútvonalat meg kell hosszabbítanunk. Az is célszerű volna, ha áthelyeznénk a tábort és a munkahely közelében új barakkokat építenénk. Azt hiszem, hogy nem szabad haboznunk. Szájtóból reket nyögés tört fel, és Kripton azt hitte, hogy mindjárt dübegorul. Könnyű volt elképzelni a lelki állapotát. Az idő röpült. Több mint egy hónap telt el. Már is anélkül, hogy kézzel fogható eredményt értek volna el, és most azt javasolják neki, hogy lényegesen több munkát vállaljon. Hirtelen felállt, ezek görcsösen szorongatta a kardja markolatát, de Nikolson ezredes nem adott időd rá, hogy kifejezése juttassa érzelmeit. Bocsásson meg, szajtó ezredes, mondta ellentmondást nem tűrő hangon. De megbíztam munkatársaimat, Riff százados, aki utáztiszt és hídépítési ügyekben szakértő, hogy mérje fel a helyzetet. Arra a következtetése jutott, Két napja történt, hogy az ezredes miután maga is lelkiismeretesen megfigyelte a japán mérnök munkamódszerét, véglegesen meggyőződött hozzá nem értéséről. Tüstént erélyes határozatot hozott. Megragadta műszaki munkatársa vállalt és felkeltott. Hallgasson ide, Reeves! Ezzel a fuserrel, aki még annyi sért a hidakhoz, mint jó magam, úgy sem jutunk semmir. Maga mérnök, nem igaz? Nos, kezdje előről az egész munkát és ügyet se vessen rá, hogy ez az ember mit mond, vagy mit csinál. Először is keressen alkalmas helyet, aztán majd meglátjuk. Reeves boldog volt, hogy újra belekóstolhat háború előtti mesterségébe. Gondosan megvizsgálta a terepet, és különböző helyeken talajmintát vett a folyóból. Sikerült is majdnem tökéletes talajt találnia. A kemény homok feltétlenül alkalmas volt arra, hogy hidat építsenek rá. Mielőtt Szájtó kellő kifejezéseket talált volna, hogy méltatlankodásának hangot adjon, az ezredes megadta a szót Reevesnek, aki néhány műszaki alapelv kifejtése után nyomás számokat sorolt fel, amelyek tonnákban és négyzet hüvelykekben fejezték ki a talaj ellenállását, majd bebizonyította, hogy a híd, ha ragaszkodnak hozzá, hogy iszapra építsék, feltétlenül elsüllyed a vonatok súlya alatt. Amikor előadását befejezte, az ezredes valamennyi résztvevő nevében köszönetet mondott neki, és levonta a következtetéseket. Nyilvánvalónak tartom, Saito ezredes, hogy a hidat át kell helyeznünk, ha el akarjuk kerülni a katasztrófát. Megkérdezhetem munkatársa véleményét? Sajtó lenyelte mérgét, visszaült a helyére, és élénk beszélgetésbe merült mérnökével. Csak hogy a japánok nem a legjobb műszaki emberéket küldték pályföldre, hiszen azok nélkülözhetetlenek voltak az anyaország ipari mozgósításához. Ez a mérnök sem tartozott az első rangok közé. Szemlátomást nélkülözte a kellő tapasztalatot, önbizalmat is tekintét. Elpirult, amikor Nikolzon ezredes az orra alá dugta Reeves számításait, majd úgy tett, mint aki mélyen elgondolkozik, és mivel izgalmában képtelen volt ellenőrizni a számokat, végtelen zavarában szánalmasan kijelentette, hogy kollégájának igaza van, pár napja maga is hasonló következtetése jutott. Ezzel olyan megalázó tekintély veszteség érte a japán felett, hogy Szájtó elsápadt, és izzadság cseppek gyöngyöztek feldult arcán. Beleegyezési eléül bizonytalan mozdulatot tett, az ezedes tovább beszélt. Ebben a kérdésben tehát megegyeztünk, Szájtó ezredes. Ez azt jelenti, hogy a mai napig végzett munka teljes egészében feleslegessé vált. Egyébként amúgy is előről kellett volna kezdeni, mert mindenütt súlyos hiányosságok mutatkoznak. Rosszak a munkások, csattant fel mérgesen Saito, aki szeretett volna visszavágni. A japán katonáknak két hét sem kellett volna hozzá, hogy megépítsék ezt a két pályaszakaszt. A japán katonák biztosan jobb eredményt értek volna el, mert hozzá vannak szokva az őket vezénylő parancsnokokhoz. Én remélem, szájtó ezredes, hogy hamarosan megmutathatom önnek, mire képesek valójában az angol katonák. Mellesleg be kell jelentenem, hogy módosítottam az embereim normáját. Módosította? ordította szájtó. Felemeltem, mondta nyugodtan az ezredes, egy köbméterről másfél köbméterre. Így kívánta közös érdekünk, és én úgy vélem, hogy ön helyeselni fogja ezt az intézkedést. A japán tisztettől elképett. Az ezredes pedig megragadta az alkalmat, hogy rátérjen a következő kérdése. Meg kell értenie, szájtó ezredes, hogy nekünk megvannak a magunk módszerei amelyeknek az előnyét remélhetőleg be is bizonyíthatom önnek, feltéve, hogy szabadon alkalmazhatjuk őket. Úgy véljük, hogy egy ilyen vállalkozás sikere majdnem kizárólag az alapvető munkálatok megszervezésétől függ. Ezzel kapcsolatban egy tervet ajánlok, amelyet jóváhagyásra ön elé terjesztek. Ekkor az ezredes ismertetni kezdte a munka megszervezésének tervét, amelyen két napig dolgozott a törzskarával. A terv aránylag egyszerű volt, alkalmazkodott a helyzethez, és mindenféle szakértelmet tökéletesen kihasznált. A munka egészét Nikolson ezredes irányította, a japánokkal szemben őt terhelte minden felelősség. Reeves századosra rábízták valamennyi előkészítő elméleti kérdés kidolgozását, és azon felül, mint műszaki tanácsadóra kivitelezés támogatását. Hughes őrnagy, aki megszokta az emberek mozgatását, vállalati igazgató féle lett, az ő kezében összpontosult az egész végrehajtás. Közvetlen parancsnoksága alatt álltak a csapattisztek, akiket csoportvezetőkké léptettek elő. Létesítettek egy adminisztrációs részleget is, ennek élére legjobb számvevő őrmesterét állította az ezredes. Az ő feladata volt az összeköttetés biztosítása, a parancsok továbbítása, a normák ellenőrzése, a szerszámok kiosztása és karbantartása, stb. Erre a részlegre feltétlenül szükség van, jegyezte meg mellesleg az ezredes. Javaslom, szájtó ezredes, hogy ellenőriztesse az alig egy hónapja kiadott szerszámok állapotát. Valóságos botrány! Határozottan ragaszkodom hozzá, hogy ezeket az alapelveket jóvá hagyják mondta fejét felütve Nikolzon ezredes, miután leírta az új szervezet valamennyi fogaskerekét és elmagyarázta, milyen indító okok bírták rá a szervezet létesítésére. Egyébként rendelkezésére állok további felvilágosításokkal is, ha kívánja, és biztosítom, hogy minden javaslatát lelkiismeretesen megvizsgáljuk. Egyetért a rendszabályok egészével? Szájtónak nyilván szüksége lett volna néhány további felvilágosításra, de az ezredes olyan tiszteletet követelő tekintél ejtette ki a fenti szavakat, hogy a japán önkéntelenül is újabb beleegyező mozdulatot tett. Egyszerű fejbólintással teljes egészében elfogadta tehát a tervet, amely minden japán kezdeményezést kiküszöbölt, őt pedig csak nem jelentéktelen szerepre károztatta egyel több megalázkodás már nem számított. Minden áldozatba beletörődött, csak hogy leverjék végre annak az átkozott hídnak a cölöpjeit, amelytől a léte függött. Kelletlenül akarata ellenére megint hozzájárult a nyugati a különös előkészületeihez, hogy meggyorsítsa a munka kivitelezését. Még azon ezedest felbátorították első győzelmei, s folytatta. Még egy fontos kérdés következik, Szájtó ezredes. A szükséges határidők kérdése. Bizonyára megérti, hogy a vasútvonal meghosszabbítása több munkával jár. Ráadásul az új barakkok felépítése. Mire valók az új barakkok? tiltakozott Szájtó. Adi fogjuk nyugodtan gyalogolhatnak egy-két mérföldet, hogy elérjék a munkahelyet. Megbíztam a munkatársaimat, válaszolta türelmesen Nikolszon ezredes, hogy mindkét megoldást áttanulmányozzák. Arra az eredményre jutottak: Reeves és Hughes számításai világosan bebizonyították, hogy a gyaloglással elvesztegetett órák végösszege sokkal több, mint az új tábor felállításához szükséges idő. Szájtó megint meghátrált a bölcsugati előrelátás érve előtt. Az ezredes tovább beszélt. Másrészt már is több mint egy hónapot elvesztegettünk olyan bosszantó félreértése következtében, amelyekről nem tehetünk, hogy a megszabott időpontra befejezhessük a hidat, azonnal neki kell látni a fák kivágásának és a gerendák előkészítésének. Közben pedig más munkacsapatok részben a vasútvonalon, részben a barokokon dolgoznak. Csak hogy Hughes örnök becslése szerint, és neki nagyon sok tapasztalata van munkaerő kérdésekben, ilyen körülmények közt nem lesz elég emberünk rá, hogy a munkát az előírt határidőre elvégezzük. Nikolzon ezredes egy pillanatra eltűnődött a figyelmes érdeklődéssel telített csendben, majd erélyes hangon folytatta. Hallgassja meg, Saito ezredes a javaslatomat. Az angol katonák túlnyomó részét azonnal a hídnál fogjuk felhasználni. Mindössze egy kis munkacsapatot irányíthatunk a vasútvonalhoz. Megkérem tehát önt, adja kölcsön a japán katonákat egy csoport megerősítésére, hogy ez az első részmunka mielőbb elkészül. Azt hiszem, jó volna, ha az új tábort is az ön emberei építenék fel. Jobban értenek a bambusz megmunkálásához, mint a miénk. E pillanatban Klimptononon erőt vett időnként visszatérő ellágyulási rohamainak egyike. Előzőleg többször is úgy érezte, hogy szíves örömest megfojtaná parancsnokát. Most viszont lenne tudta venni a tekintetét a kék szempárról, amely először a japán ezredesre szegeződött, majd nagy ártatlanul tanúskodásra szólította fel a gyülekezet valamennyi tagját. Egyiket a másik után, mint aki elvárja tőlük, hogy helyeseljék méltányos kérését. Az orvos lelkét egy pillanata megérintette a gyanú, hogy a látszólag átlátszó homlok mögött Machiavellihez hasonló ravasság van születőben. Gonterhelten, szenvedélyesen, elkeseredetten fürkészte a derűsen nyugodt arc minden vonását eszeveszett elszántsággal próbálta felfedezni rajta valamilyen álnok titkos gondolat ismertetőjelét. Pár pillanat múlva csüggetten lehorgasztott a fejét. Lehetetlenség döntött el magában. Minden szava őszinte. Igazán arra törekedett, hogy megtalálja a munka meggyorsításának legjobb módját újra felemelte a fejét, hogy megfigyelje szájtó viselkedését, s kisé megvikasztalódott. A japán arca olyan volt, mint a megkínzott emberé, aki elért ellenálló képessége végső határáig. A szégyen és a düh halára gyötörte, de eltűrte, hogy lépre csalják a kérlelhetetlen érvek sorozatával. Nem sok esélye volt a visszavágásra a lázadás és a megadás közt ingadozva végül is megint engedett. Batorul abban bizakodott, hogy a munkálatok előre haladásával majd csak visszanyeri tekinti egy kis részét. Még mindig nem vette tudomásul, hogy a nyugati bölcsesség a megalázkodás milyen veszélyével fenyegeti. Klipton megjósolta, hogy nem lesz képes újra felmászni a lemondások lejtőjé. A maga módján tette le a fegyvert, Durva hangon japán nyelvű parancsokat zúdított nagy hirtelen a kapitányaira. Az ezredes elég gyorsan beszélt ahhoz, hogy egyedül ő érthesse meg. Javaslatát tehát saját ötleteként adta elő, és ellentmondást nem tűrő parancsok formájában közölte. Amikor befejezte, Nikhozon ezredes rátért az utolsó részletkérdésre, amely viszont olyan kényes volt, hogy egész figyelmét igénybe vette. Átra van még, hogy megállapítsuk a vasúti töltésen dolgozó emberei normáját, sajtó ezredes. Először egy köbméterre gondoltam, hogy megóvjam őket a túlságosan nagy fáradtságtól. De ön talán illendőnek tartaná, hogy azonos legyen az angol katonák normájával. Ez különben is előnyös versengés támasztana. A japán katonák normája két köbméter lesz. Tört ki Saito. Már ki is adtam a parancsot. Nikolson ezredes rábólint. Ebben az esetben nézetem szerint a munka gyorsan fog haladni. Nincs több mondani valóm, ezredes. Csak annyi, hogy köszönöm a megértését. Uraim, ha senkinek sincs több észrevétele, azt hiszem, hogy az ülést bezáradjuk. Holnap az elfogadott alapelvek értelmében kezdjük meg a munkát. Felállt, tisztelgett, és méltóság teljesen visszavonult. Elégedettséggel töltötte el, hogy feltett szándéka szerint irányította a vitát, diadalra vitte a bölcsességet, és nagy lépéssel jutott közelebb a híd megépítéséhez. Ügyes, taktikusnak bizonyult, és tisztában volt vele, hogy a lehető legcélszerűbben vonultatta fel erőit. Klipton együtt távozott vele, és elkísérte a kunyójukig. Hogy ezek milyen kótyagosak szőr, mondta az orvos, és különös pillantást vetett rá. A meggondolom, hogy nélkülünk iszapra építették volna a hídjukat, és az összedőlne a csapatokkal és lőszerrel megrakott vonatok terhe alatt. Szeme furcsa fényben égett, miközben ezeket a szavakat mondta, de az ezredes rendíthetetlen maradt. A Sphinx nem árulhatta el nem létező titkát. Ugye? Felelte komolyan. Csak ugyan olyanok, ami ennek mindig is gondoltam őket. Nagyon primitívek. Egy gyermekkorát élő nép fiai, akiket túl gyorsan vontak be a civilizáció mázával. Valóban semmit sem tanultak, hogy egy kis elmélyedést kívánna. Ha magukra hagyjuk őket, egy lépés sem tehetnek előre. Nélkülünk még ma is a vitorlás hajók korszakában élnének, s egyetlen repülőgépük sem volna. Igazi gyerekek. S még elbizakodott a kis klipton. Így nekem, ezek legfeljebb lián hidak készítésére képesek. Négy. Lehetetlenség összehasonlítani egy hidat, ahogy azt a nyugati civilizáció elképzeli, azokkal az alkalmi tákolmányokkal, amelyeket a japán katonák szoktak építeni az ázsiai kontinensen. És nincs hasonlóság az építési módszerek tekintetében sem. Voltak persze a japán császárságnak is szakképzett pérnökei, de ezeket nem engedték ki az anyaországból. Az elfoglalt területeken a hadsereget terhelte a felelősség az elvégzendő munkálatokért. A septében tájföldre vezényelt néhány szakértőnek nem volt sem tekintéje, sem különösebb felkészültsége, és többnyire szabad kezet adott a katonáknak. Ez utóbbiak munka amely gyorsnak, és ezt el kell ismerni, bizonyos fokig eredményesnek bizonyult, a szükség diktálta, amikor a meghódított országokban Előrenyomulás közben a visszavonuló ellenség által elpusztított hitakra bukkantak. A lényege abból állt, hogy mindenek előtt beverte két cölöpöt a folyó medrébe, majd de tartó elemekre gerendák kibogozhatatlan szövevényét illesztették. Tervszerűtlenül, hozzáértés nélkül, a statika törvényeinek tökéletes mellőzésével, és a gerendákat főleg azokon a pontokon erősítették meg, amelyek a közvetlen tapasztalat tanúsága szerint gyöngének mutatkoztak. Erre az elnagyolt felépítményre, amely néha nagy magasságokat is elért, két párhuzamos sorban jókora gerendákat fektettek le, ezek voltak az egyedüli fadarabok, amelyeket többé-kevésbé szögletesre faragtak, és ezek tartották a síneket. Ezzel a hidat befejezetnek minősítették. A pillanatnyi követelményeknek minden esetre megfelelt. Nem volt sem korlátja, sem járdája. A gyalogosok is használni akarták a gerendákon, egyensúlyozva kellett végig menniük a mélység fölött, ami a japánoknak egyébként nagyon jó szokott sikerül. Az első szerelvény lassan, imbolyogva ment keresztül rajta. A mozdony néha kisiklott, amikor a túlsó partra ért, de a katonáknak egy emelőkkel felszerelt csapata rendszerint vissza tudta emelni a vágányra. A vonat folytatta útját. Ha túlságosan megrongálta a hidat, néhány újabb gerendával erősítették meg. A következő szerelvény hasonló módon zöcsögött át. Az álvázat pár napig, pár hétig, esetleg pár hónapig is kitartott, aztán vagy elvitte egy áradás, vagy összedöntött egy sorozatos, túlheves zöcsögtetés. Mire a japánok türelmesen újra munkához láttak. Az építőanyagot a kimeríthetetlen dzsungel szolgáltatta. A nyugati civilizáció módszere nyilvánvalóan nem ennyire egyszerű. Rif százados, aki a civilizáció egyik lényeges elemét, a technikát képviselte, szégyelte volna magát, ha eltűri ezt a silány tapasztalaton alapuló módszert. De a nyugati technika, ami a hídépítést illeti, tenger sok kötelező feladatot ír elő, és ez feldúszasztja és megsokszorozza a kivitelezést megelőző műveleteket. Részletes tervet követel például, és e terv megrajzolásánál feltételezi, hogy eleve ismerik minden egyes gerenda keresztmetszetét és alakját, valamint a cölöpök beverési mélységét és sok más részletet. A keresztmetszet, az alak és a mélység már maga is bonyolult számításokat igényel, és ezek a felhasznált anyagok ellenállását és a talaj szilárdságát jelző számokon alapulnak. E számok viszont a szabvány mintákra vonatkozó együtthatóktól függenek, amelyek a civilizált országokban táblázatokba vannak foglalva. A kivitelezés tehát feltételez az egész kérdés a priori ismeretét, és a gyakorlati alkotást megelőző szellemi alkotás a nyugati géniusz egyik jelentős vívmány. A Kváj folyó partján Reeves százados nem rendelkezett táblázatokkal, de tapasztalt mérnök lévén elméleti tudása lehetővé tette, hogy nélkülük is boldoguljon. Elegendő volt, hogy kisi előbről kezdje a munkát, és a számítások megkezdés előtt elvégezzen egy sor kísérletet néhány szabvány súlyú és alakzatú mintadarabon. Így könnyű kiszámíthatta az együtthatókat, amihez septében elkészített eszközöket használt, mert sürgette az idő. Nikolson ezredes hozzájárulásával, szájtó aggodalmas és klipton gúnyos tekintetétől követve a kísérletekkel kezdte. Ezzel egy időben megrajzolta a vasútvonal lehető legjobb tervvázlatát, és átadta kivitelezése Hughes örnagynak. Miután e gondját elvetette, és végre összeszedte a számításaihoz szükséges adatokat, hozzáfogott munkája legérdekesebb részéhez, a híd elméleti tervezéséhez és a tervrajz elkészítéséhez. Ugyanolyan szakmai lelkismeretességgel látott neki a tervezésnek, mint amikor annak idején Indiában a mesterségét folytatta, és hasonló terveket készített a kormány részére de ráadásul lázas lelkesedéssel is, amit azelőtt hiába próbált átérezni, bár akkoriban megfelelő olvasmányokat segítségül hívott, például a idépítőket. A lelkesedés váratlan mámorként hirtelen öntötte el, amikor meghallott a parancsnok egyik elejtett megjegyzését. Tudja, rész, hogy én komolyan számítok magára. Maga az egyetlen műszakilag képzett ember, és én körű önállóságot biztosítok magának. Arról van szó, hogy bebizonyítsuk fölényünket ezeknek a barbároknak. Minden nehézséggel tisztában vagyok, hiszen ebben az Isten háta mögötti országban hiányoznak a szükséges eszközök. De annál elismerésre méltóbb lesz az eredmény. Számíthat rám, szőr, felette Reeves váratlanul lelkesülten. Ön meg lesz elégedve és ők látni fogják, mire vagyunk képesek. Egész életében erre az alkalomra várt. Mindig arról ábrándozott, hogy belevág egy nagy munkába, anélkül, hogy állandóan tartania kellene az ügyintéző hivatok zaklatásától, és kétségbe kellene esnie a munkájába beavatkozó tisztviselők miatt, akik papírizű igazoló jelentéseket követelnek tőle, akik azon törik a fejüket, hogy a takarékosság ürügyén hogyan gáncsoskodhatnának, és akik semmivé teszik eredeti alkotásra irányuló erőfeszítését. Itt senkinek sem tartozik számadással, csak az eszredesének az viszont jó indulatot tanúsít iránta. Ragaszkodik ugyan a szabályokhoz, és bizonyos elengedhetetlen formákhoz, de legalább megértő, és nem engedi, hogy a hídépítés terén befolyásolják a hitel és a politika szempontjai. Ráadásul makulátlan jó hiszeműséggel beismerte, hogy nem ért a műszaki dolgokhoz, és kijelentette, hogy szabad kezet kíván adni beosztottjának. Igaz, hogy a munka nehéz, és hiányoznak az eszközök, de ő, Reeves, buzgalmával pótolni fogja ezeket a hiányosságokat. Már elfogta az ihlet, amely magasra szítja a lélek alkotó tüzét, és nagy emésztő lángjai minden akadályt elhamvasztanak. E pillanattól kezdve egyetlen perc pihenőt sem engedélyeztek neki a napok. Mindenek előtt gyorsan felskiccelte a híd vázlatát, ahogyan gyakran megjelent lelki szeme előtt, míg a folyót nézte négy sor szigorúan igazodó méltóság teljes cölöp. Arányos és merész felépítmény, amely több mint száz láb magasra emelkedik a víz fölé. Újszerűen összeillesztett heveder fákból. Ezt az eljárást ő találta ki, de annak idején hiába próbálta elfogadtatni a konzervatív indiai kormányzattal. Megbízható rácsos korláttal szegélyezett széles pályatest, amelyen nem csak az átvezető síneknek jut hely, hanem mellettük a gyalogosok és járművek számára fenntartott úttestnek is. Amikor ezzel megvolt, neki látott a számításoknak és a diagramoknak, majd a végleges tervraznak. Sikerült szerezni egy többé-kevésbé megfelelő papírtekercset japán kollégájától, aki néha nesztelenül mögé elopózott, s a születő művet szemlélve nem tudta leplezni rémült csodálatát. Megszokta, hogy pillanatnyi pihenő nélkül hajnaltól alkonetik dolgozzék, míg csak rá nem jött, hogy túl gyorsan telik az idő. Míg csak szorongva észre nem vette, hogy a nappalok túl rövidek, és nem készülhet el tervével a maga megszabta határidőn belül. Ekkor Nikolson ezredes közbenjárásával engedélyt kapott Szájtótól, hogy takaródó után is lámpát égethessen. Ettől kezdve esteit, sőt, néha éjszakáit is a híd tervrajzának elkészítésére fordította. Ott ült billegő zsámoján, nyomorúságos bambuszágyát asztalnak használta, rajzlapját egy saját kezüleg szeretettel legyalult táblára szögezte, és a parányi olajmécses fényénél mely a kunyhót undok bűzével árasztott el, szakszerűen tologatta végtelen óvatossággal kifaragott fejes és háromszög vonalzóját. Szerzámai csak azért tette le, hogy egy másik papírlapot kapjon fel, s lázas számításokat végezzen mindenféle négyzetlábakkal. Kimerítő napjai után álmát is feláldozta, hogy tudománya testet öltsön a műben amely arra volt hivatva, hogy bebizonyítsa a nyugati fölényt, hogy testet öltsön a hídban, amely a Bengál öböl felé diadalmasan előre nyumuló japán vonatokat fogja hordozni. Clipton eleinte azt hitte, hogy a nyugati modus operandi kötelező feladatai először a munkafolyamatok megszervezése, aztán a műszaki megoldások türelmes kutatása és az ezzel kapcsolatos töprengések valamicskével jobban fogják késleltetni a híd kivitelezését, mint a japánok rendszertelen tapasztalati tudása. De hamarosan el kellett ismernie, hogy hiába reménykedett, sőt nagyot tévedett, amikor a Reeves féle lámpa miatt álmatlanul töltött éjszakákon kigúnyolta ezeket az előkészületeket. Kezdte belátni, hogy elragadtatta magát, amikor nagyon is felszínes kritikával illette a civilizált eljárásokat, és ez azon a napon történt, amikor Reeves átadta Hughes őrnagynak teljesen kész tervezet, csak kivitelezés, szájtó, legderülátóbb álmait is felülmúló gyorsasággal megindult. Reeves nem tartozott azok közé az emberek közé, akiket maradéktalanul elbűvölnek a jelképes előkészületek, és akik a végtelenségig halogatják a megvalósítás időszakát, mert az anyag rovására minden energiájukat a szellemnek szentelik. Egyik lábával mindig a valóság talaján állt. És különben is, ha arra kerekedett kedve egy túl sokáig keresse elméletileg a tökéletességet, és elvont számok ködébe burkolja a hidat, ott volt Nikolson ezredes, aki visszatérítette a helyes útra. Ez utóbbi rendelkezett azoknak a parancsnokoknak reális józanságával, akik sohasem tévesztik szem elől a kitűzött célt, és a rendelkezésükre álló eszközöket is gondoskodnak róla, hogy alárendeltjék, megtalálják az eszmény és a gyakorlat harmonikus arányát. Az ezedes jóvá hagyta az előzetes kísérleteket, de csak azzal a feltétellel, hogy gyorsan befejezik őket. Jó szemmel nézte a tervrajz készítését is, és részletesen elmagyaráztatta magának a Reeves leleményes tehetségének köszönhető újításokat. Mindössze ahhoz ragaszkodott, hogy a százados ne dolgozza agyon magát. Csakra megyünk vele Reeves, ha belebetegszik. Ne felejts el, hogy az egész munkának maga a motorja. Mégis hegyezni kezdte a fülét, és hangot adott a józan észnek azon a napon, amikor Reeves tűnődő arccal felkereste, hogy kifejtse bizonyos kétejét. Van egy problémám, szőr, ami nyugtalanít. Nem hiszem, hogy figyelembe kellene vennünk, de szükségem van az ön jó Miről van szó, Reeves? kérdezte az ezredes. A fatörzsek szárításáról, szőr egyetlen komoly hidat sem szabad frissen vágott fatörzsekből építeni. Előzőleg ki kell tenni őket a levegő hatásán. Mennyi ideig kellene szárítani a fát, Reeves? Fafajtája válogatja sző. Egyes fajtáknál nem árt, ha 18 hónapig vagy akár két évig is szárítjuk. Ez lehetetlen, Reeves, mondta az ezredes indulatosan. Mindössze öt hónapunk van. A százados bűnbánóan orgasztotta le a fejét. Sajnos ezt én is tudom, szőr. Éppen ez egy kétségbe. És mi a hátránya, ha nyers fát használunk? Bizonyos fafajták megvetemednek szőr, és hasadékok, rések keletkezhetnek, miután összeillesztettük őket. Egyébként nem minden fajta fára áll ez. A szilfa például alig vetemedik meg. Én természetesen olyan fákat választottam, amelyek e tekintetben hasonlóak a szilfához. A London Bridge szilfa pillérei 600 évig kitartottak szől. 600 évig? Kiáltott fel Nicholson ezetes, szemében lángyult ki, és önkéntelenül a kváj folyó felé fordult. 600 évi, ez már valami rívsz. Ó, oh, ez kivételes eset, sző. itt alig ha számíthatunk többre 50-60 évnél, talán még annyira sem, ha a fa rosszul szárad. Vállalnunk kell ezt a kockázatot, Reeves, jelentette ki az ezredes meggyőződéssel. Aztán jön nyersvát nem valósíthatjuk meg a lehetetlent. Ha szemünkre vetnek valamilyen hibát, elég azt felelnünk, elkerülhetetlen volt. Értem, szőr. Van még egy problémám, azt hiszem, szőr, hogy a kreozottról, ami rovarkár ellen védi a gerendákat, le kell mondanunk. A japánoknak nincs kreozottjuk. Előállíthatnánk persze valamilyen pótanyagot, gondoltam is rá, hogy fale pároló készüléket szerkeztek. A dolog elképzelhető, bár némi időt venne igénybe. Élet megfontolás után mégis ellene vagyok. Miért, Reeves? kérdezte Nicholson ezredes, akit elbűvöltek a technikai részletkérdések. Bár a vélemények megoszlanak, a legkiválóbb szakértők nem ajánlják a kreozot használatát. A fát nem szárították ki eléggé. A kreozot konzerválja a nedvességet, már mint a fa nedvet, és ez gyors penészedést idézhet elő. Akkor lemondunk a kreozot használatáról, Reeves. Értsen meg jól, nem bocsátkozhatunk erőnket meghaladó vállalkozásokba. Nem szabad elfelejtenünk, hogy erre a hídra már a közeljövőben szükség lesz. Ettől a két kérdéstől eltekintve most már biztos vagyok benne, hogy képesek leszünk műszaki szempontból elfogadható és eléggé tartós hídat építeni. Pontosan erről van szó, Reeves. Jó úton jár. Eléggé tartós és műszaki szempontból elfogadható hídról van szó. Szóval hídról, és nem holmi förtelmes tákolmáról. És ez nem csekéség. Ismétlem, hogy teljes bizalommal vagyok maga iránt. Amikor Nikolszon ezredes magára hagyta műszaki tanácsadóját, elégedettség töltötte el, hogy sikerült egyetlen rövid mondattal meghatározni a kitűzött célt. 5. She is, vagyis number one, ahogy a tájföldi partizánok nevezték a magányos tanyán, ahol a 316-os különítmény tagjai rejtőzködtek, szintén az a típusú ember volt, aki sok töprengést és nagy figyelmet szentel a módszeres előkészületeknek. Parancsnokai becsülését is annak köszönhette, hogy az akciót megelőző időszakban óvatosság és türelem jellemezte, a cselekvés órájában pedig gyorsaság és határozottság. Wardenről, Warden professzorról, a helyetteséről ugyancsak azt tartották, s nem alaptalanul, hogy ha kedvezőek a körülmények, semmit sem bíz a véletlenre. Ami a csoport harmadik tagját és Benjaminját Joyce-ot illette, aki még nem felejtette el a plastik és rombolás Kft. kalkutai szakiskolájában végzett tanfolyamot, ő fiatal kora ellenére is megfontoltnak látszott, és Sears nem vetette meg tanácsait. A benszülöttek kunyhójában, ahol két helységet tartottak fenn számukra, a naponta ismétlődő értekezleteken tüzetesen megvitattak minden érdekes ötletet, és alaposan megvizsgáltak minden javaslatot. A három bajtárs ezt az estét is vitatkozással töltött egy térkép körül, amely Joyce egy bambuszrúdra akasztott. Ez itt a vasútvonal hozzávetőleges vázlata, sző, mondta. Értesüléseink csak nem megegyeznek egymással. Joyce-ot, aki civilben műszaki rajzoló volt, azzal bízták meg, hogy egy nagy léptékű térképre jegyezze fel a burmat tájföldi vasútról szerzett értesüléseket. Sok fontos adatuk volt. Amióta éppen egy hónapja ejtőernyővel szerencsésen földet értek a kijelölt helyen, számos szerte ágazó kapcsolatot sikerült kiépíteniük. Tájföldi ügynökök fogadták őket, hogy elehezzék ezen a vadászok és csempészek otthonául szolgáló kis tanyán, amely minden közlekedési útvonaltól távol szinte belevezett a dzsungelbe. A lakosság gyűlölte a japánokat. Síész bár hivatalból gyanakvó természetű volt, lassanként meggyőződött házigazdái hűségéről. Feladatuk első részét sikeresen teljesítették. Titokban kapcsolatba léptek több falusi előjáróval. Önkéntesek vállalkoztak támogatásukra. A három tiszt megkezdte kiképzésüket. Beavatták őket a 316-os különítmény fegyvereinek használatába. Fegyverek közül a plastik volt a legfontosabb, ez a puha, barna, agyagként gyúrható massza, mert a nyugati világ vegyészeinek több egymást követő nemzedéke türelmesen felruházott az addig ismert robbantószerek valamennyi erényével, valamint néhány újabbal is. Nagyon sok híd van, szőr, folytatta Joyce, de a legtöbb azt hiszem alig érdekes. Itt a jegyzékük. Bankoktól rangunig. Ezt csak pontosabb értesülések módosíthatják. A szőr Sears örnagynak, vagyis number vannak szólt. Bár a 316-os különítményben szigorú fegyelmet tartottak a különleges feladatokkal megbízott csoportokban, nem ragaszkodtak a formaságokhoz. Sears tehát több ízben is nyomatékosan kérte Joyce Kadétot, hogy mellőzze a szőrt, de ebben a kérdésben nem talált meghallgatásra. A civil életből magával hozott szokás, így gondolta Shears, Joyce-ot mindig visszatérítette ehhez a formasághoz. De Shearsnek mindeddig nem volt oka megbánni, hogy a Kalkutta iskolában Joyce-ot választotta. Részben az oktatók osztályzatai, részben a fiatal ember megjelenése alapján, főleg pedig azért, mert bízott saját szimatában. Az osztályzatok jók voltak, a kiértékelések hemzsegtek a dícséretektől. Kiderült, hogy Joyce Cadet, aki, mint a többiek, önként jelentkezett a 316-os különítménybe, mindig tökéletesen megfelelt, és ahol csak megfordult, mindenütt rendkívüli jó szándékról tett tanúságot. Ez már önmagában is valami, gondolta Shears. A törzslapján az volt, hogy rajzoló mérnök egy nagy ipari és kereskedelmi vállalat alkalmazottja, nyilván kis fizetésű alkalmazottja. Shears kísérletet sem tett rá, hogy erről többet is megtudjon. Úgy vélekedett, hogy minden szakmából vezethet út a plastik és rombolás Kft-hez. És hogy, ami elmúlt, elmúlt. Ezzel szemben Joyce valamennyi kiváló tulajdonsága sem győzte volna meg Shears örnagyot, hogy őt válassza az expedíció harmadik tagjáról, ha nem fedezett volna fel benne más, nehezebben értékelhető tulajdonságokat is, amelyek tekintetében csak is saját benyomásaira szokott hagyatkozni. Találkozott már olyan önkéntesekkel, akik kitűnően szerepeltek a táborban, de idegileg képtelenek voltak elviselni bizonyos feladatokat, amelyeket gyakran megkövetelt a 316-os különítményben teljesített szolgálat. Gyöngeségük kért egyébként nem neheztelt rájuk. Sírsznek meg volt a maga véleménye ezekről a kérdésekről. Magához rendelte tehát kiszemelt fegyvertársukat, hogy tisztába jöjjön bizonyos lehetőségekkel. Megkérte barátját Fordent, hogy vegyen részt a megbeszélésen, mert ilyen döntésnél érdemes volt figyelembe venni a professzor véleményét. Joyce tekintete mindjárt megtetszett neki. A fiatalember valószínűleg nem rendelkezett rendkívüli testi erővel, de jó egészségnek örvendett és kiegyensúlyozottnak látszott. A feltett kérdésekre adott egyszerű és közvetlen válaszai azt bizonyították, hogy van valóságérzéke. Csóha sem téveszti szem elől a kitűzött célt, és tökéletesen megérti, mit várnak tőle. Ráadásul valóban sugárzott a szeméből a jó indulat. Amióta különböző célzásokból tudomást szerzett egy kockázatos vállalkozásról, szemlátomást égett a vágytól, hogy elkísérje a két rangidős tisztet. Sírsz ekkor olyan kérdést hozott szóba, amelyet különösen fontosnak tartott, és amelynek valóban megvolt a jelentősége. bírná -e használni ezt a fegyvert? kérdezte. És egy keskeny, hosszú tört mutatott neki. Ez a tőr hozzá tartozott a 316-os különítmény különleges feladatokkal megbízott tagjainak felszereléséhez. Joyce nem jött zavarba. Azt felelte, hogy megtanították-e fegyverkezelésére, és az iskola tanterve értelmében bábukon is kipróbálta. De Sirst ez nem elégítette ki. Nem így értettem. Azt akartam mondani, biztos ebben, hogy bírná használni. Igazából is hidegvérrel. Sokan tudják, de nem bírják. Joyce megértette. Szótlanul tűnődött, majd komolyan válaszolta. Ezt a kérdést már én is feltettem magamnak, sző. Ezt a kérdést már maga is feltette magának? Ismételte meg sírsz, és kíváncsi pillantást vetett rá. Valóban, szőr, be kell vallanom azt is, hogy sok gondot okozott nekem. Megpróbáltam elképzelni. És akkor? Josh csak néhány pillanatig habozott. Az igazat megvalva ször, remélem, hogy szükség esetén e tekintetben is megállom a helyemet. Igazán remélem, de nem válaszolhatok feltétlen igennel. Mindent meg fogok tenni, szőr, ami tőlem telik. Soha sem volt alkalma rá, hogy a valóságban is kipróbálja, igaz? Soha, szőr. A mesterségem nem kedvezette féle gyakorlatoknak, felelte Joy szinte mentegetőző hangon. Magatartásából annyi őszinte sajnálkozás áradt, hogy Sears akarata ellenére elmosődött. Warden hirtelen beleszólt a beszélgetésbe. A fiú láthatólag azt képzeli, Sears, hogy az én mesterségem különösképpen előkészíti az embert az ilyen munkára, mert hogy én a keleti nyelvek tanára vagyok vagy a magáé, aki lovas tiszt? Nem éppen ezt akartam mondani, szőr dadogta Joyce, és elvörösödött. Azt hiszem, zárta le a kérdést bölcselkedve Shears, hogy az ilyen munkád, hogy maga nevezi, csak is nálunk végezheti alkalomattán egy volt oxfordi diák és egy hajdani lovastiszt, vagy akár egy műszaki rajzoló is. Miért ne? Vegye fel! Mindössze ezt a szűkszavú tanácsot adta Warden a megbeszélés után. Shields hallgatott rá. Némi megfontolás után ő maga is elégedett volt a fiú válaszaival. Ugyanúgy óvakodott az olyan emberektől, akik túlbecsülték, mint akik lebecsülték magukat. Azokat kedvelt, akik már előzetesen képesek felismerni valamely vállalkozás kényes kérdéseit, eléggé előrelátóak, hogy felkészüljenek rájuk, és van annyi fantáziájuk, hogy elképzeljék őket, feltéve, hogy nem bénulnak meg tőlük. Induláskor tehát elégedett volt a csoportjával. Ami Vordent illette, őt már régóta ismert, és nagyon pontosan tudta róla, mit bír elvégezni. Sokáig tanulmányozták elmerülten a térképet, miközben Joyce egy pálcával sorra mutogatta a hidakat, és felsorolta különös ismertetőjeleiket. Shears és Warden figyelmesen hallgatta. Arcuk meglepően feszült volt, bár betéve tudták a kadét összefoglalóját, a hidag mindig hatalmas érdeklődés keltettek a plastik és rombolás Kft. valamennyi tagjában, és ez az érdeklődés már misztikus jellegű volt. Magait egyszerű bűrökről beszél nekünk, Joyce, mondta Shears. Nem felejts el, hogy nagy csapásra készülünk. Csak a rendkedvért említettem őket, szőr, valójában azt hiszem három híd érdekes csak igazán. Nem minden híd volt egyaránt méltó a 316-os különítmény figyelmére. Number van osztotta Green ezredes véleményét, hogy legyenek óvatosak, s a vasútvonal elkészült előtt ne ébresszenek gyanút a japánokban különféle csekély horderejű akciókkal. Úgy döntött tehát, hogy a csoport egyelőre nem hívja fel a figyelmet jelenlétére, és megelégszik azzal, hogy szállás helyén összegyűjti a benszülött ügynököktől eredő értesüléseket. Ostabaság volna mindent elrontani csak azért, hogy elszórakozzunk két-három teherautó felrobbantásával, mondogatta néha, hogy türelemre incse társét. Azzal kell kezdenünk, hogy nagy csapást mérünk rájuk. Erre van szükségünk, ha tekintét akarunk kivívni magunknak az országban a tájföldieknél. Várjuk meg, amíg a vasút vonalon megindulnak a vonatok. Mivel feltette magában, hogy nagy csapással kezdi, nyilvánvalóan szóba sem jöhettek holmi jelentéktelen hidacskák. Első színre lépésük eredményének kárpótlást kell nyújtania az előkészületek megkívánta hosszú tétlenségért, és egyes egyedül is sikerrel kell koronáznia kalandos vállalkozásukat, még ha a görülmények összehátszása folytán több nem következik is. És tudta, sohasem lehet kijelenteni, hogy az éppen folyamatban lévő akciót követi majd egy elővendő másik is. Ezt a nézetét nem közölte senkivel két bajtársa mégis megértette, de e hátsó gondolat felfedése nem nyugtalanította Wardent, a hajdani professzort, akinek racionális szelleme helyeselte parancsnok a felfogását és előrelátását. Szemlátomás nem idegesítette joyce sem, és nem hűtötte le lelkesedését, amelyet a nagy csapás kilátása keltett bennem. Ellenkezőleg, mintha még jobban fellelkesítette, és arra ösztökélte volna, hogy ifjúsága minden erejét összpontosítsa erre a valószínűleg egyedülálló alkalomra, erre a nem remélt célra, amely ragyogó, világító toronként hirtelen bukkant fel előtte. A siker vakító sugárzását vetítette a múltra, és a jövő örökké valóságára s varázslatos fénybe borította mindaddig szürke félhomályba burkolózó életútját. Joyce-nak igaza van, mondta mindig szófukkal Warden. Minket három híd érdekel csak. Az egyik a hármas tábor mellett van. Azt hiszem, hogy ezt végleg el kell ejtenünk, jelentette ki Shears. A nyílt terep nem alkalmas akcióra. Ráadásul síkság veszik, körül. Mindkét part alacsony nagyon könnyű volna helyreállítani. A második a tízes számú tábor közelében található. Ezen érdemes gondolkoznunk, csak hogy Burmában van, ahol nem számíthatunk a benszülött partizánok együttműködésére. Azon kívül a harmadik szőr, mondta sietve Joyce, észre sem véve, hogy belevágott parancsnak a szavába, a harmadik a Kváj folyó hídja. Itt nyoma sincs az előbb említett hátrányoknak. A folyó 400 láb széles és magas meredek partok közt folyik. Csak két-három napi járása van a tanyántól. A környék gyakorlatilag lakatlan és borítja. Észrevétlenül megközelíthető, és van ott egy magas hegyi is, az egész völgy áttekinthető. Nagyon messze fekszik minden fontos várostól. A japánok különös gondot fordítanak építésére. Az összes többi hídnál szélesebb, és négy sort cölöp tartja. Ez a legjelentősebb és legelőnyösebb fekvésű vasúti híd az egész vonalon. Úgy látom, hogy alaposan áttanulmányozta ügynökén jelentéseit, jegyezte meg Sírsz. Nagyon világos szőr. Az a benyomásom, hogy a híd... Elismerem, hogy az a híd a Kváj folyón valóban figyelemre méltó, mondta Sirs, a kép fölé hajolva. Kezdő létére elég jól ítélte meg a helyzetet. Green és jó magam, ugyancsak felfigyeltünk erre az átkelőjére. De értesülésénk egyerőlen nem elég határozottak. Vannak talán más helyek, amelyek kedvezőbbek az akcióra. És hol tart ennek a híres hídnak a kivitelezése, Joyce? Elvég úgy beszél róla, mintha már látta volna. Hat. A kivitelezés jól alatt. Az angol katona természeténél fogva szeret dolgozni, és zokszó nélkül tűri a szigorú fegyelmet, ha bízik parancsnokaiban, és ha minden reggel világosan látja, hogy idegrendszere egyensúlyának biztosítására bőséggel meríthet testérejéből. A Kváj folyó melletti táborban a katonák fenntartás nélkül becsülték Nikolson ezredest. Ki ne becsülte volna hősies ellenállása után? A rájuk feladat különben sem volt olyan, hogy megzavarta volna a fejüket. Tehát rövid ideig tétováztak csak, miközben igyekeztek megérteni parancsnokuk igazi szándékait. Majd komolyan nekifeküdtek a munkának, és miután már tanúságot tettek róla, milyen leleményesek a szabotásban, most mohó vágyjal próbálták bizonyítani, milyen ügyesek az építő munkában. ezredes egyébként minden esetleges félreértést eloszlatott. Először is beszédet tartott, amelyben nagyon világosan megmagyarázta, mit vár a katonáitól. Aztán szigorú büntetést szabott ki néhány visszaeső bűnösre, aki nem értette meg őt. De ezek még csak nem is haragudtak rá, annyira indokoltnak találták a megtorlást. Így ellen jobban ismerem ezeket a fiúkat, mint magam. Vágott vissza egy napon az ezredes Cliptonnak, aki tiltakozni bátorkodott valami feladat tellemmel, túl keservesnek találta a hiányosan táplált és egészségileg rossz állapotban lévő emberek szempontjából. Harminc éven került, míg megismertem őket. Semmi sem árt jobban a moráljuknak, mint a tétlenség, s testi erejük nagymértékben a moráljuktól függ. Egy unatkozó hadsereg már eleve elvesztett a háborút Clipton engedje meg nekik, hogy cúnyókáljanak, és meglátja, hogy egészségtelen szellem lesz úrrá rajtuk. De töltse ki fárasztó munkával napjuk minden percét, és biztosítva van a jó kedv és a jó egészség. Dolgozzatok vidáman, dörmögte álnokul Klipton. Ez javasíthat a tábornok jelszava is. Nem buta jelszó ez, Klipton. Abozás nélkül át kell vennünk az ellenség elveit, ha jók. Ha az embereimnek nem volna munkájuk, magam találnék ki számukra. De szerencsére itt a hidunk. Klipton, mivel nem talált olyan kifejezést, amely híven tolmácsolhatná lelkiállapotát, beérte azzal, hogy balgán megismételte. Igen, itt a hidunk. Az angol katonák egyébként maguktól is belefáradtak a jól végzett munka ösztönös örömét gátló állásfoglalásukba és viselkedésükbe. Még mielőtt az ezredes közbelépett, sokan már kényelmetlen kötelességnek tartották felforgató tevékenységüket, és egyesek, parancsait meg sem várva, lelkiismeretesen foglalkoztatták karjukat és szerszámukat. A nyugati természetükből fakadt, hogy a mindennapi kenyér fejében becsületes és jelentékeny erőfeszítést fejtsenek ki, és angol száz arra késztette őket, hogy erőfeszítésük célja konstruktív, állandó és szilárd legyen. Az ezredes nem tévedett megítélésükben. Új politikája erkölcsi megkönnyebbülést szerzett nekik. Mint hogy a japán katona is fegyelmezett és munkabíró, másrészt Saito megfenyegette az embereit, hogy levágatja a fejüket, ha nem bizonyulnak jobb munkásoknak az angoloknál. A két az gyorsan elkészítették, és közben az új tábor barakjait is felépítették, és lakhatóvá tették. Körülbelül erre az időre Reeves is befejezte tervrajzát, és átadta Hughes őrnagynak. Ekkor ez utóbbi is porondra lépett, és megmutatta, mire képes. Hála a szervező képességének és emberismeretének, valamint annak a tapasztalatának, hogy e kettőt sokféleképpen kombinálva hogyan lehet többé-kevésbé hatékonyan párosítani, a gyárigazgató már az első napokban kézzel fogható eredményeket ért el. Úz első tennivalója az volt, hogy a rendelkezés álló munkaerőt különböző csoportokba hossza, és mindegyiket más-más feladattal bízza meg. Az egyik a favágást folytatta, a másik a fatörzsek nagyolását végezte, a harmadik a gerendákat fűrészelte, az egyik legnagyobb létszámú brigád a cölöpöket verte le, a többi pedig a felső szerkezetten és a hídpályán munkálkodott. Néhány csoport, amely Hughes elképzelése szerint nem tartozott éppen a lényegtelenek közé, különböző munkálatokra specializálódott, például álvázatok építésére, anyagmozgatásra, a szerszámok élesítésére, vagyis a tulajdonképpeni munka számára másodlagos műveletekre, csak hogy a nyugati előrelátás ezeknek is ugyanolyan jelentőséget tulajdonított, és nem alaptalanul, mint a... Közvetlen termelőmunkának. Ezek az intézkedések észszerűek voltak, és eredményesnek is bizonyultak, mint mindig, ha nem viszik túlzásba őket. Miután előkészítettek egy csomó cölöpöt, és felépítették az első állványokat, Hughes bevetette a pillérépítő brigátot. A brigát feladata gyötrelmes volt. Neki jutott az egész vállalkozás legnehezebb és leghálátlanabb része. Hadhatós gépi segédeszközök hiányában az újdonsült hídépítők kénytelenek voltak ugyanazt az eljárást alkalmazni, mint a japánok. Vagyis súlyos cölöpverőt ejteni a cölöpök fejére, és ezt a műveletet mindaddig ismételni, amíg azok szilárdan bele nem fúródnak a folyó medrébe. A verőkos 8-10 láb magasról lezuhant, majd egy kötél és csigarendszer segítségével ismét felemelkedett, aztán újra lehult, vége érhetetlenül. A szölöp minden ütésre egy hüvelyk végtelen kis részével sűjjett csak mélyebbre, mert a talaj nagyon kemény volt. A munka kimerítőnek és elkeserítőnek bizonyult. Eredménye nem mutatkozott egyik percről a másikra. Csak a kötelet húzó majdnem mesztelen embercsoport képe elháríthatatlanul felidézte a munka komor hangulatát. A brigád parancsnokságát hiúz egyik legjobb főhadnagyára, Harperre bízta, egy erélyes emberre, aki csengő hangon skandálta a ritmust, bárkinél jobban magával bírta ragadni a hadifoglyokat. Hál a buzgóságának, az emberek lelkesedéssel végezték a gáj rabokhoz méltó munkát. A japánok csodálkozó szem előtt hamarosan négy párhuzamos vonal ívelt az árral dacolva, balpart felé. Klipton fejében egy pillanatra megfordult az a gondolat, vajon nem fogják-e az első tartó cölöp leverését valamilyen ünnepélyes aktussal emlékezetessé tenni, de csak néhány nagyon egyszerű elképesztő gesztusra került sor. Nikolson ezredes beért azzal, hogy ő maga is megragadta a verőkos egyik kötelét, s tíz-tizenkét ütés ideig teljes erejéből példamutatóan húzta. Mihelyt a pillérépítő brigád kellő előnyt szerzett, Hughes munkába állította a felső szerkezeten dolgozó csapatokat. Mögöttük más csoportok következtek, ezek készítették el a hídpályát, vagyis a széles úttestet és a két korlátot. A különféle műveleteket olyan jól összehangolták, hogy eperstől kezdve matematikai szabályszerűséggel haladt a munka. A részletmunkák iránt érzéketlen szemlélő, aki ráadásul rapja az általános fogalmaknak, a szalán egy természetes szintézisre jellemző megszakítás nélküli folyamatot fedezett volna fel a híd kibontakozásába. Ilyen benyomása támadt nikolzon ezredesnek is. Elégedett szemmel követte ezt a folyamatos materializálódást, könnyen elvonatkoztatta az elemi műveletek poros valóságától csak az egész tudott hatást gyakorolni szellemére, a végeredmény, amely sűrítés, mint egy jelképezi ezt a rengeteg elkeseredett erőfeszítést és megszámlálhatatlan tapasztalatot, amire egy fajnak szüksége van, amíg évszázadokon át fokozatosan el nem jut a civilizációig. Néha Reeves is hasonló megvilágításban látta idat. Álmélkodva figyelte, hogyan magasodik a víz fölé, és hogyan ível át a folyón, miután szinte azonnal elérte teljes szélességét. Az alkotás kézzel fogható formáját méltóság teljesen beágyazta a tér három dimenziójába, és a tájföldi vadhegyek tövében csodálatos módon megtestesítette alkotója elgondolásainak és kutatásainak megtermékenítő erejét. Szájtót is elbűvölte a mindennapi csoda varázsa. Minden erőfeszítés ellenére is csak alig tudta eltitkolni döbbenetét és csodálatát. Meglepetése természetes volt. Mint hogy még nem sajátította el, főleg pedig nem elemezte a nyugati civilizáció kifinomult ismertetőjegyét. jegyét. ezredes ezedes, nagyon helytálló megjegyzése szerint nem is tudhatta, hogy a rend, a szervezettség, a számok fölötti töprengés, a jelképes ábrázolás a papíron és az emberi tevékenység szakszerű összehangolása mennyire elősegíti, és végső fokon mennyire meggyorsítja a végrajtást. Az ilyen szellemi vajúdás értelme és haszna mindig is idegen marad a primitív embereknek. Ami Clipton illeti ő végleg meggyőződött eredendő naivságáról, és alázatosan felmérte, milyen nagy szégyent vallott, amikor gúnyolódva fogadta azt az elképzelést, hogy a modern ipari módszereket a Kvály hídjának építésére is alkalmazhatják. Minthogy mindig tárgyilagosságra törekedett, szíveméjén belátta védkét, és kis lelkifurdalást is érzett, hogy ennyire nem volt körültekintő. Beismerte, hogy a nyugati világ módszerei ezúttal is tagadhatatlan eredményekhez vezettek. E megállapítását általánosítva végül olyan következtetés vont le, hogy ezek a módszerek nyilvánvalóan mindig hatékonyak és mindig eredményesek. A kritika, amivel néha illetik őket, ebben az esetben nem elég méltányos. Ő maga is, mint előtte, annyian engedett az őt megkísértő könnyű gúnyolódás nyomorult ördögének. A híd pedig napról napra növekedett nagyságban és szépségben, és hamarosan elérte, majd elhagyta a folyó közepét. Ekkor már mindenki nyilvánvalónak tartotta, hogy a japán főparancsnokság által kiszabott határidő előtt el fog készülni. Cs egy percig sem késlelteti a hódító hadsereg diadalútját.